Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. A hét közepe, de mivel nem volt hétfő, így azért ez is tűrhető. Hello Feri, hello Jani, hello! Hello! Drága hallgatók, hello, itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó idő van, sőt, ma már egészen jó idő lesz. Most még egy kicsit csípősebb a reggel, 8-10 fok, néha kicsit hidegebb, de délutára már 24-25 fokot mondanak. Hát az azért, ez kellemes. Jó, az kellemes. Azt mondja, a hétvégén már tomboló nyár lesz. Igen. No, úgyhogy jön a jó idő, gyerekek. Ibizán. Igen, hogy tegnap a Nógrád megyerben mínusz 1,2 fokkal hidegrekord. Igen, fura. Májusban. Most én tudtam venni tegnap epret. Azt mondták, hogy magyar eper. Hát most ez ugye sose derül ki, hogy ez most milyen eper, mert minden magyar eper. De most akkor nem fagyott el az eper? Vagy most van eper, vagy csak kevesebb van? A melegházi, tehát az ilyen... Nem magyar fólia? Magyar fóliás eper volt. Mert az már nem magyar eper, ha mondjuk a máltai fólia van rajta? Hát szerintem mind a kettő határeset azért. Aha. Tehát ugye máltai japán, akkor az már... Az már nem magyar eper. Ez nem jó. Nem az igazi, de egyébként szerinted van olyan zöldség, és azt mondja neked, hogy nem magyar eper. Egy csomó helyen még ki volt írva, hogy görög magyar eper. Magyar? Igen az. Egy csomó olyan ki van írva, hogy görög eper, és még két héttel ezelőtt is mondták, hogy magyar eper nincs. De az ember itt automatikusan magyart keresi, de egyébként a görög se rossz, semmi baja nincsen. Nincs. Apróbb szeműbb a magyar, nagyobb a görög szerintem kicsit. Több a nap valószínű. És, de akkor az nem fagyott el, vagy hát legalábbis kevesebb. Nem. Egy kevéske azért jutott nekünk belőle. Nem, de ez dicséretes, hogy csak a magyar. Csak a magyar telegőrejönös támogatja az ország. Magyar a kókusz. Igen. Magyar mangót, magyar papaját vagyok hajlandó csak venni, és nem nyúlok máshoz, csak a magyar ananászhoz. Tegnap csináltam egy jó gyümölcsöletet a gyereknek magyar licsiből. Igen. Én nem vagyok hajlandó más licsit a számba venni. Csak a kunsági licsit. Na, mi újság van? Minden oké, minden rendben? Mindenkivel? Jó volt a tegnap? Jó volt. Hát van egy pici kis rossz hírünk, ugye hát egy sport vonatkozásában vannak nagyon jó hírek is, ugye az úszó Európa bajnokságról. Jakabos Zsuzsa, illetve hosszú Katinka, réven előbb kellett volna mondani a Katinkát, mert ő lett ugye aranyérmes, de hát ugye ott van a jégkorong, mert hogy a fehér oroszok, igen, megverték a franciákat, úgyhogy most ebben az esetben az elitkör elúszott, tehát megyünk vissza a divízióra. És sajnos kiestünk, így van, én is olvastam, hogy 3-0-3-1-3-0-ra kikaptak a franciák, ugye, úgyhogy megyünk vissza. Oda dobták a franciák ezt, tehát hogyha valaki most Franciaországba készül, akkor csak egy croissant vegyen Párizsban, adjuk vissza nekik, ne kettőt. Mert ugye nekik mindegy volt, ezt tegnap azt elmondta, hogy hát nekik... Kérje ki, így van a vendégek könyvét a Champs-Élysées-en is, tiltakozzon. Bármi ellen, mindegy. Így van, a két napos croissant ellen. Igen, az Oli elmondta, hogy nekik mindegy, viszont a belaruszok az életükért fognak játszani. És hát igen. Szóval azért is játszottak. Igen. És akkor most ez azért is játszottak, hogy játszott is. Tessék? Igen, újabb egy év. De ugyanúgy a felújításnak az esélye megvan, tehát hogyha a divízió 1-ben nyernek, akkor a következő évben megint az elitkörben folytatja majd a magyar válogatott, és azért a Zoli tegnap azt is elmondta, hogy a fehér oroszoknak ugye fényévekkel előrébb jár a jégkorongjuk, mint a miénk, tehát nekik ez egy óriási ciki lett volna, hogyha kiesnek és nem marad bent az elitkörben. Tehát, hogy ahogy Feri is mondta, most nyilván az életükért játszottak ők is. Úgyhogy hát és azért a tisztes helytállásnál jóval többet mutatott ezen a világbajnokságon a magyar válogatott. Szép eredmények voltak, igen, abszolút. Úgyhogy letették a névjegyüket. Igen, hát erről beszélünk. A földjutás is jó volt, úgyhogy ennyi. Persze jó lett volna maradni nyilván ebben a csoportban, de majd legközelebb. Legközelebb majd egészen biztos, hogy sikerül. Szellőztetünk, vagy mi újság van ezzel a nyitott ablakkal? Friss levegőt, hogy jelölői út. Ami a Népliget irányából errefelé áramlik, azt szerintem inkább zárjuk ki. És azért mondom, nem tudom, mennyire friss ez a levegő, hőmérsékletileg biztos, de... Zsülnek van egy ilyenje, hogy ő bejön reggel, ő ezzel nyit, hogy ablakot nyit, és akkor így aztán így marad, és amikor valakinek végre eszébe, hogy köszönjük szépen, na, Ákos. Így van. Kösz, Ákos. Ákos veszi a végre. Picit hosszú felvezetősen, de végre vett a lapot. Ne kell már így szólni, Ákos.
most olyan ciki, hogy célozgatunk. Én nem nagyon tudok válogatni egyébként a különböző lépcsősorok közül itt a Népligetnél, hogy hol jöjjek fel ahhoz. Sehol, leginkább, de muszáj. Igen, tehát én gyalog kellene jönnöm az Ecseri úttól, hogy ne érjen reggel sok hatásként az a szag. Hogy van, hogy ez ilyen fővárosi szokás? Most megint belemehetünk ebbe a vidék fővárosba, de érdekes módon a kis falvakban, ahol mindenki össze tudja seperni a saját portáját. Mondjuk itt nyilván egy ézét tömbházban kisöpri föl. Itt azért nehezebb egy kicsit. De hogyha többen lakunk egy házban, akkor valahogy könnyebben szemetelünk. Hát, nem. Igen, mert hogy az egy picit ez a mindenki, de senkié alapon működik. Tehát, hogy meg a vidéki van, emberek meg úgy érzik, hogy tényleg az a sajátjuk, fontos nekik. És fontos, ha már ott van egy szemét, akkor te is mellé dobod. Igen, de most ennek az épületnek, amiben mi vagyunk, a kerítése sokak számára nem fontos, vagy pedig fontos, mert hogy jelzésértékkel megjelöl mindenki a kis területét reggelenként a kis hatyhívjákokkal, féldecisekkel, meg a fél literes sösdózokkal. Rendszeresen itt veszik föl egyébként a szaktársaikat, egyes, mit tudom én, munkáltatók, munkaerők, stb., akárki, és akkor leülnek, és akkor reggel még ideér a kollega az autóval, így elfogyasztják itt a kis bemelegítő köröket, és ott is hagyják. Még nem csodálom, mert az egész pénzverde úgy néz ki, igen, mint egy szelektív hulladékgyűjtő. Igen, tehát, vonza. Tehát, hogy én ide egy simán lelkiismeret furdás nélkül letenném a szemetemet egyébként, mert azt gondolom, hogy ez egész egy nagy szeméttelep. És ez már itt nem más, mint csak egy szemétégető, ahol embereket már nem engednek, mert annyira omlik, és annyira veszélyes, hogy ide már nem jöhet be senki. Tehát ez megbocsátható bűn, ha ez valaki oldalba vizeli ezt a helyet. Nem, mert reggelenként én megyek azok a tócsák előtt, meg szemét kupacok mellett, amiket valaki ez hagynak azért, mert pszichológia. Hogy, tehát, hogy ha mi koszos, oda te is leteszed, vagy oda te is szívesebben hagyod ott, vagy bátrabban hagyod ott. 20 méterre van a szemetes, tehát, hogy így. Szörnyű ez az épület. Hát de most oda el kéne sétálni, reggel van, megy építkezni, vagy nem tudom, valami fizikai munkát végezni, nem terheled ilyenkor a szervezetet még egy sétával is. Nem jó. Én mindig úgy állok be kocsival, hogy pont egy ilyen hatalmas vakolat omlás elé állok be, mert ott van az én a saját parkolom, ami az én helyem. Te okoztad az omlást? Nem, én mentem neki, és mindig eszembe jut, hogy milyen szép helyen dolgozunk, és hogy mennyire igényes helyen, és hogy mennyire tényleg, nem? Tehát, hogy úgy... Tábla van már fent. Milyen erős a vállalati kultúránk itt Magyarországon, hogy ilyen helyen kell dolgozni, nem? Jó, de minden reggel így állok be, egy óriási, lerohadt, leomlott. Maradjat, kérlek, ma még maradjat. Úgy jövök el, kiszállok a kocsiból, hogy úgy jövök, hogy mindig kicsit kijebb jövök, mert pont az ház alatt mennék el, az eresz alatt végig, amíg beérek a hátsó bejáraton. De ez egy 30 méteres távolság körül. Kijebb lépek kettőt, hogyha valami leszakad, akkor ne essen rám. Ezért van egy olyan ritmus, hogy becsukom az ajtót, rányomok a riasztóval, eljövök a kocsi fenekéig, és ott sétálok el. És nem megyek el az eresz alatt, mert tudom, hogy előbb-utóbb valami le fog esni. Szóval nem szabadna hagyni embereket ide bejönni. Na nem így dolgozni, ide bejönni. Na de így van érték a teljesítménynek. Érted így, mert ahogy könyvszép épületbe jó hát, kedve bejönni, hát úgy bárkinek menne. És én azt szeretem ilyenkor, hogy ahelyett valahova fejlődni vállalati kultúrában azért Magyarországon. Táblát. Ilyenkor az szokott történni, hogy nem csinálják meg. Igen, mert akkor innentől kezdve te vagy a felelős, hogy oda parkoltál. Hogy nem dumálhatsz, hogy ráesik az autóra. Oda volt írva, Sebestyén úr. Ki van írva, hogy ki van írva? Itt ne parkoljon, mert omlik, all same in English. Tehát ez abszolút megvan. Egyébként, szóval szörnyű, tényleg. És aztán úgy is maradhat egy pár évig. Emlékszem, hogy a Magyar Rádió épülete mellett volt, vagy szerintem talán a Magyar Rádió épületéhez is tartozik. 7 éven keresztül dolgoztam annak idején az Országos Műszaki és Információs Központ könyvtárába, és minden nap láttam a felállványozott épületet. Ugyan cirka 7 éven keresztül. Előtte már egy pár évig már fel volt állványozva, meg utána is azt egy pár évig. Össze. Igen, és az állványozáshoz de ilyen állványozás volt. Én minden nap megcsodáltam az ácsok munkáját, mert gyönyörű szép volt. Felállványoztak a biztonság kedvéért, hát ha majd neki is állnak, aztán nekiálltak. De így telt el kb. 10 év. Mert odáig volt pénz, hogy ezt megcsinálják, igen, akkor kicsit pihentették egy 10 évet, és most már így megvan. Van. Tehát elég egy pár omlás veszély tábla. És meg is van 15 év. Írja, hogy Nyugi Bari, már csak novemberig kell bejárni. Ja, hát ezt már kibírod fél lábon is. És tudod, mi lenne? Addig járnak be, és elkezdenék felújítani az épület. Igen. És eljönnék erre, tudod, decemberről, és ilyen brutál, de gyönyörű. Csillagy, csodaszép. Sztori, hogy hívják, egy hatalmas panorámás üvegstúdióban. A tetőn, tudod, mint egy penthouse lakás, így körbe. Igen, látod egész Budapestet, az utakat, az autópályákat, minden. Hát igen. Én a rádiót szeretem, de ez az épületet, ez gyűlölöm tiszta szívemmel, tényleg tiszta szívemmel gyűlölöm. Ilyen igénytelen helyen én még soha nem dolgoztam.
Na, ismét. Tényleg így van. Ezt ki lehet mondani. Ez nem félek. Ez egy igénytelen, lepukkadt, koszos, büdös, gusztustalan hely. Ez sajnos ez így van. Figyelj, jön. Igen, picit. Sajnos, hát ez passzus. Hát most én... Olyannyira igazad, én ma nagyon berágtam. Nem, Varázs, de tényleg igazad. Legyen be a kis mosogató helyünkre, ahol ugye ott a mosogatógép, és pakolom be reggel a kis bögréket, meg egyebeket a most nem, na, hagyjuk. És a mosogató részébe, ahol ugye tesszük a poharakat, beleönti rendszeresen valaki a vödörnek a tartalmát, amivel fölmossák a padlót. Na most üzenem, hogyha hallja, hogy annak a WC-be van a helye. Na de várja, a kettőt választjuk külön. Most már nagyon kivert a biztosíték. De ez megtörténhet egyébként egy szép munkahelyen is, tehát az már viszont emberi tényező. Én nem az emberi tényezőről beszélek, hanem arról, hogy ez az egész kinéz. De ez már még és arra nem tudunk elmenni normális helyre. Igaz. Ezt egy gyönyörű, nem tudom, Duna Towerbe vagy bárhol, ezt beöntik neked ugyanúgy, tehát ott már a fejekben van a baj. Borzasztó. Azt megcsinálják egy nem tudom, bármilyen munkahelyen. Jön a takarítani, és azt mondja, Anácska, vidd elébb a bögrédet, mert én kicsit hát most ide kiölteném a vödröt. Tehát az... Hajszálak és minden benne az már az emberi tényező, az igen. Már tehát egy szép budiba is, lehet kullancsos a budiért. Jó, mondjuk szóval, ez igaz. Szóval, azért az, ez egy gyönyörű, bemész, nem tudom, hova tényleg, hát mit tudom én. Bármelyik. Igazad van. Bárhol egy épületbe, egy banknak az épületébe, hát milyen szép helyen vannak, ne gyönyörű. Bemész a budiba és úristen, az emberi tényező mindenhol jelen van. Ez igaz, oké. Okay. De hogy azért ez így kívülről hagyni, elrohadni, hát az valami... Hát ez egy régi épület. Tehát itt az, hát meg nagyon sok a folyosón is azt mondod, hogy ha-ho, akkor az jön vissza, hogy a Bartolone Neked indulj az útra, és vissza sem múltad a fájó busz ezer év. Én nem szabad hangosan beszélni, mert akkor rádomlik a mennyezet. Tehát én nincs azt, hogy Anna! Halkan! Neked azért vittek el a hangfalakat, a lehallgató hangfalaidat, nehogy érted, rádessen valamit. Hát ki tudja, hogy mi minden maradt, ez igaz? Ez igaz. Hát igen. Beillik ebbe a közegbe, tehát amit Jani mondott, hogy ahogy jövünk föl az aluljáróba, tehát reggelente, mert most már én is ott tartok, hogy nem tudok, melyik kijáratnál kijönni. Ez miért azért? Ez a Népliget, ez épül, szépül azért. A buszvégállomás nagyon szép lehet, a Fradi pályát lehet szeretni, nem szeretni, de maga a stadion jól szép. Néz ki, szép, most ide építenek valami, nem tudom, plázát, parkolót, nem tudom, mi történik itt most, azt is megcsinálják. Tehát azért ez itt így körülöttünk, azért így épül, itt most felújították a Heimpált, ezt szépen megcsinálták kívülről. Csak nekünk lassan... vannak munkásőreink a pincében. Még harcoló. Harcoló alakulatok a fajkában. Harcoló alakulatok a harmadik világháborúra. Az, hogy az aluljárón át kell menniél, tehát amiket mondtál előbb csomó pontokat, ahhoz, ott át kell menned persze. Viszont oda, hogyha lemész, akkor elsírod magad. Tehát most már annyi hajléktalan alszik az aluljáróba, hogy egész egyszerűen ez. Most már tényleg tarthatatlan. Tényleg tarthatatlan. És oda piszkítanak az aluljáróba. És ebbe jössz át reggel. Tudtam én, hogy visszasírom még a jó kis kazincbarcikai temetőt, ahogy mentem ott a hegy oldalba, és meglátta, hogy milyen szép hely volt. Egy folyamatos kitelepülés kéne csinálni egyébként. Nem valami kis szép helyekre lerakni egy-egy hétre. Engem annyira inspirál, vagy annyira feldob. Hát gyönyörű helyeken mentünk. Olyan szép helyeket láttunk, hát az a Szeged-Békés Csaba út is nagyon szép volt, a Békés Csaba föl Debrecenig, és onnan át Kazincbarcikára. Gyönyörű utakon mentünk. Én csomó helyen arrafelé még nem is voltam. Most nem a nagyvárosokat értem, hogy nem jártam még mondjuk nem a Békés Csabán. De maga az utak, ahol mennek, hát olyan helyek, gyönyörű. Hogy az ember tényleg az ez lenne jó. Elhagyja. Milyen jó lenne. Máshonnan. Aha, csak akkor vigyettek majd minket is, jó? Én itt adok a Népligetnél. Ja, tehát ha becsomagolnátok a hátizsákba, megköszönöm. Nekem egy nagy álmom egyszer egy kitelepülés a Libegőre. Úgyhogy külön üldögélnénk így. És hogy hívják, abba a kis izékbe, a kis székekbe, és így mennénk körbe. És akkor hagyják, Zsül menne az egyikbe, egy mobilpulttal. Nem mondom, hogy leszakadna a fejem az adrenalintól azért, de annyi mindent csináltunk már, meg annyi helyről kitelepültünk, azért nem mondom. Nem mondod, hogy nem lenne vicces, hogy vigyázz, fordulunk. Én bocsánat, fordítom, igen. És a néni a kertből fölnyújtaná, tudod, egy boton a tálcának kávékat. Kérdez, zseniális lenni. Egy ilyen horgászbotot tudod gyorsan kikapod, egy ilyen szákkal kiveszed a sütit a kezébe. Arról egyszer beszéltünk a Libegőről, hogy kirakítod. Igen. Az volt egyszer anyag. Na jó van, drága hallgatók, hát nyugodtan írjátok meg, hogy veletek mi van, kinek hogy indul a reggele, jól keltetek, rosszul keltetek, mi történt veletek, mindenre kíváncsiak vagyunk. Az ismétlés most elhagyjuk, mert elbeszéltük az időt, de nem is baj, úgyis olyan későn kezdünk, mert annyi reklámunk van, hogy
hogy akkor viszont most nem ismételünk. Reméljük, ez nem sokaknak baj. Hogy állunk játékkal tegnap? Ugye egy csonkahetünk van, egyet behúztunk? Egyet behúztunk tegnap, és akkor először a 45. másodpercben a játékosunk bedurantott egy nemet. Kétszer is. Igen. Jó, hát akkor jelentkezzetek játékra is. Jó, még legyőzhetőek vagyunk, hiszen ha még hoztok, nem tudom, hármat. Akkor megvan. De ha csak kettőt, az is már döntetlen. Uh-huh. Az is már döntetlen. Ne, nem fog menni. Meghúzogatod kicsit a bajszukat, hát a felhergeledőket? Na, drágáink, írjatok akkor SMS-eket, jelentkezzetek játékra, jó? Gyorsan nézzük még, hogy van-e valami új. Gyertek ecsere a műfházba, szorítunk nektek helyet. Csicsiga küldte. Rendesek vagytok. Köszönjük szépen. Kicsit piachozás. Az ecser maglód nyaralott tengely. Nálunk a fürdőbe fogyog a csempa, WC-t belátni. Ezt Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Költözzetek a budai várba. Nem most oda úgy, hogy most más akar költözni. Úgyhogy nem zavarnánk be a képbe. Ott most lesz még garázs, fölötte lovarda, minden odaépül. Úgyhogy... Óriás terasz, hát nem férne el a stúdió. Igen, az azt most nem biztos, hogy jó lenne. Magyar égre, magyar UFO-t írta valaki. Köszönjük szépen. Ez is egy hasznos hozzászólás volt. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha van közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc nap pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már is. Igen, pont nézzünk el egy bejátszót a tévében, hát elképesztő hajót tettek most ugye a tengerek. Mint a fél Havanna lakótelep, nagyon durva néz ki. A világ legnagyobb hajója, 16 emeletes, az óriás hajó, ami 300 nem tudom hány méter hosszú, 60 akárhány méter magas. Hihetetlen, ami 1 milliárd euróból készült. Brutális, brutális. Brutális méretei vannak. Tehát egy hatalmas csúszda van a hajó oldalán. Nyilván ne történjen meg, engem azért mondom, de hogyha ez zátonyra futna valahol, akkor az egy hogy hívják lenne? Ott az egy város lenne. Egy város sziget lenne. Egy hogy hívják? Menő lehet egy ilyet vezetni, igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt, hello. Sziasztok, Erik vagyok. Hello, Erik, ciao. Hello, honnan hívtál minket, Erik? Pesten vagyok, a 4. kerületben jelenleg. 4. kerület, Újpest. És mit csinálsz arra felé, Erik? Sofőr vagyok és szállítok élelmiszert szállítasz. Jó, egy kicsit hangosan, bátran, nyugodtan, jó? Okay. Izgulsz? Ja, persze, hogy izgulok. Most játszom veletek életemben először. Na, hát akkor az még így van. Ha majd másodjára játszunk, mert visszavágót akarsz, akkor utána már az ember kevés. Könnyebben megy, igen. Na. Egy játék után miért szeretnék visszavágót, Balázs? Oh, ez a beszéd. Én az ilyen hallgatókat szeretem. Az ilyen hallgatók kellenek nekünk. Ez jó. Akiknek már az elején ennyi önbizalmuk van. Kivel játszanál, Erik? Veled, Balázs. Igen. Fihet, te mellé beszélsz egy kicsit? Vagy headsetről? Vagy honnan beszélsz? Annyira rosszul hallunk. Már nincsen headsetem, most félreálltam. Ez a most jó, nem a... Most nem jó. Tehát hullámzik a hangerő, lassan jön, mint a külföldről beszélnénk. Vagy a reakcióidőddel van egy kis... Van egy kis probléma. Igen. Oké, indítjuk az órát akkor, jó? Oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, már itt is vagyunk. Itt vagy? Itt vagyok, Balázs. Kérdezzél, légy szíves. Mit szállítasz? Élelmiszert, főként készételt. Ezeket házhoz viszed, vagy hova viszed? Közintézményekbe inkább. Közintézményekbe? Gyerekeknek? Nekik persze. Uh-huh. Mióta csinálod ezt a munkát? Olyan 2,5 éve, de mintha már 10 éve ezt csinálnám. Mert? Mert megszoktam már, el vagyok. De ez egy ilyen magányos meló, ugye, hogy az ember sofőrködik? Egyáltalán. Egyáltalán? Úgy értem, hogy pont, hogy társaságban van az ember, mert amikor vezet, az eléggé kicsi idő. Tehát inkább bent vagy az intézményekben, ahol átadod a dolgokat, ott rengeteg kedves hölgy fogad téged. Aztán ahonnan elszállítod, ott is sok kedves hölgy fogad, úgyhogy teljesen jó. Ezeket te pakolod ki be? Ahogy mondjad. Én vagyok a rakodón, saját rakodón vagyok.
De dupla pénz nem. Csak lejárt, már lejárt az idő. Behúztad. Lejárt az idő, igen. Kicsit lassan, kicsit. Ne, az már nem baj, kimondtad, már ment a taps, akkor mondtad ki a nemet. Nem kapkodtunk. Nem mondtam, hogy flott játék volt, de megadhatom mindenképpen, úgyhogy gratulálunk. Jó, köszi, elsőre egész jó. Elsőre ez egyébként tényleg egész jó. Igen. Hát aki ezt visszavágott, majd ügyesebb lesz, jó? Nem volt rossz. A gyerekek örültek, hogy megjöttél a kajával? Persze, na itt szokzódna. Oké, köszi a játékot, ciao. Köszi, sziasztok! Hello! Hello! Egy-egy! Ha, igényeljük a visszavágót? Sokat vitt. Tessék, sokat vitt. Ez valahogy vitt egy kicsit belőle. Igen, kérdés, hogy igényeljük a visszavágót. Jó, megérdemli, tehát megnyerte abszolút. Kicsit lassú volt, kicsit nehezen hallottuk, de még nem súrolta a passzivitás határát, úgyhogy megadható. Azt hiszem, hogy van egy friss közlekedésünk, és egy családon épül a háromlábú Dózsa György úton a CBA-nál. Laca küldte nekünk. Köszönjük szépen. 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Linkin Park után. Ma már jön a jó idő, jön a meleg, és hát hétvégére megérkezik az igazi nyár. 24-26 fokot mondanak. Aj, de jó. A lehető legjobb, amikor még nem a kánikula jön, és nem az a 35 fok, amit ugye már az ember után, hanem ez a 25-27 szikrázó napsütés mindenhol. De jó lesz. Még a mai könnyed fagyokat túléljük. Igen, ma még egy kis talajmenti fagy. Hétvégére már jó lesz. Úgyhogy tessék ezt kibírni, átvészelni, és utána jön a jó idő. Te jó lesz, sortot húzunk mind a hárman. Hogy? Leveheted végre a jéger alsodat. Igen, nem kell harisnyába jönnöd a farmer alatt. Nem is befüllen mindig a pedneim. Az osztrákok szívóznak a soproni határon, Timi küldte nekünk. Ajak belterületén Kisvárda felé haladókat mérik. Segédmunkás üzente. De jó volt ez a Linkin Park védikre. Ezt Adi küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami. Baleset a Hegyalja úton, 3 autórendőrség az Ólyomi út előtt, vigyázzon mindenki, mert dugó lesz. Baleset a 82-esen Ravaszdon, trafi az M3-as 204-es kilométerénél Budapest felé, M86-os főút Vép, Vád között felüljárónként a háromlábú. Paksnál egy méhecske család van az autópálya, mindenki vigyázzon, puszi, Andi. Mi az, hogy méhecske család? Hogy kirepül? Elszabadultak? Hogy ott veszed észre? Hát a szélvédő. Érsek családon épül a háromlábú, vigyázzon mindenki, és a Debrecen felől érkezőket piros Ford Fiesta-ból kamera figyeli. Köszi, holló. Jaj, nekem is megjött tegnap valami. Oh. Na ne. De még egyelőre csak ilyen kis ajánlottan, úgyhogy majd ma megyek átvenni, vásáros. Ja, mondom, nem, ennyire nem lett metroszexuális, hogy már meg ne. Is jött. Most nehéz napok vannak előtte. Bőgöcsétek meg. Legyetek gyengédek és tapintatosak, jó? Gyengédek legyetek, kedvesek legyetek, mert megjött. Jó, legkiabáljátok velem, mert mindenért elsírom magam. Tudjátok, hogy ilyenkor kicsit ingerültebb vagyok. Nem, a lényeg, hogy megérkezett a papír, vásáros namény. Jártál arra? Hát, azért most elég sok fele jártam. Vásáros naményben voltunk. Feleset ugye akkor a sebesség. Ez is igaz, nem látod a táblát, hogy hol vagy. Óvatosan, én magyar rendszámmal mentem. Van köztünk valaki, aki nem így közlekedett. Tegnap vittem vissza a kocsit. Tehát én magyar rendszámmal mentem, csak teszem hozzá a zárójelben. Elfelejtezett fel, teljesen hivatalosan voltam. Hát az hivatalos, persze. Hivatalos, a cserendszám is, csak nem jön meg a büntint. És tegnap mondták, hát mondom, tesó, most szólsz. Nem tudtad? Nem. De amatőr vagy. Hát nem jön meg. Nem jön meg. Van egy-két országgal kiadatás, de nem minden onnan jön meg. Egy kölcsönautóval mentem, egy cég adta, és akkor ők ott vannak kint, mert ez egy európai. Hát ezt tudom, és mondtam a csávon. Persze, azért mentél el 2-10-en mellettem az autópályán. Nem igaz, nem volt annyi. Mint ha álltam volna 130-al, érted? Átintegetett nyomott idő, ez is mondom, de bátrak vagyunk, cserendszámon, de vagyunk. Nehogy meséljek arra, hogy te mit csináltál közben, amikor elmentem mellette. Nyomkodtam a telefonomat. Ennél több bűn is hallod, van. Hallod, hogy valaki átkebelő, hogy áhaj, poplácsek, és azt rám fogta a pisztolyát, lőtt, lefújta, és nyomott egy padlót. Na, mondom, könnyű. Nem tudtam sajnos. Szóval megjött tegnap, úgyhogy a védarendszer hatásos, hatékony, hogy tényleg törne össze az összes, de megérkezett. Nem tudom még mennyi. Kicsit izulok. Évek óta az első gyorshajtásom. Vagy biztonsági öv.
Igen, bár hosszú utakra most már bekötöm magam, pont a véda miatt. De nem síp, hogy van egy ilyen plusz ízed, plusz. Nem, van egy bontóból egy ilyen kivett dolog, mint bele. Szóval megjött, átmegyek. Ünnepélyesen veszek egy nagy levegőt, besétálok a postára, kibontom és elmormolok egy halkivát. Úgy szeretsz hogy oda járni. Nem szakad rátok. De egyelőre csak ez az egy, úgyhogy egész gyorsan megjön. Ez a múlt héten lehetett valahol. Vásárosnám, hogy ez nem az M1-M7, nem arra felé valahogy, mint úgy rémlene. Szerintem ez amikor megyek Szombathely felé, az M1 vagy M7, nem? Vagy segítsetek, nem. Merre? Hát, most így nincs a fejemben nincs, az egész. Nekünk sem. Na mindegy, jó. Oké, nem is az a lényeg. Legyél büszke magadra, benne vagy az 1 milliárdos össze. 1 milliárd forint. Lóvéban. Mióta üzembeállították a védet, 1 milliárd forint. Egy hónap alatt. Hát azért az szép. Nem rossz. Végül is nem olyan nagy dolog. Konkrétan visszahozta az árát, nagyjából. Nem tudom, mennyibe kerül. 90-szer ennyibe kerül, ja, hát képzeld, mi lesz, majd a olimpia lesz. Aha, akkor mi lesz, ha más. És ez 8-szor indul. Na, hol van? Mutasd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Jézus Isten, arra nem jártam. Aha, hát vagy nem emlékszel, tényleg? Annyira gyorsan mentem. Egy kerülő út volt. Nem, valószínűleg akkor, hogy a vásárosnaményi hatóságtól jött. Akkor ez nem mindig Vasmegyéből jön? Nem. Már nem úgy van, hogy mindig Vasmegye. Én mondom, ennyire régen kaptam, hogy akkor még úgy volt, hogy akkor még Vasmegye. Össze akarják zavarni az embereket. Egyszer innen, egyszer onnan. Nem kell nekem egy kis kolibri. Egyszer itt, egyszer ott. Nehogy legyen valahol ismerős. Nehogy ott menj, aztán elkezdi ott pattog. Ezek ismerősek? Máté Szalka, Baktalóránt háza, Bereg Suren, Nyír Bátor, Tisza Szalka, Aranyos Csapáti. Nem. Nem. Uh-huh. De a csepp az ismerős. Igen, akkor lehet, hogy nem is nekem jött, és nem is vásáros, nem még ezt tudom elképzelni. De mindegy, örülj neki, hogy csak egy. Ezen a héten. Hát meglátjuk. Nem, hogy nem akarnak sokkolni, ezért küldik egyenként. Vissza egy nagyos ráhagyásra. Azért ez szörnyű, komolyan mondom, hogy így. Rettegnünk kell. Na mindegy. Meglátom, majd beszámolok róla. Meg ez az ajánlott küldemi, én ezt hogy gyűlölöm, mikor találsz egy ilyen cetlit, nem? Hogy megpróbáltuk kikézdesíteni, és mehetsz be a postára. Menjen beért, és akkor bemész, ott add, már tök ideg vagy, hogy onnan jött a levél, mely büntetés, uh-huh. Nyilvánhatóság küldi. Ez az egész küldi. Postás dolog annyira kőkorszaki szerintem. Hát, de most komolyan mondom, az... tehát ez a jön egy kis motorral, bedobja a kis levelet, megpecsételődik a sorsuk szegényeknek szerintem pár éven belül. Tehát ahogy tényleg Dubájban van, drónokkal viszik ezt ki, ez 10-20 év múlva, sajnos rengeteg olyan munka lesz, amit egyébként elsöpör majd az a fajta technikai forradalom és fejlődés. Ilyen a postás, amikor látom ott így a kis motorjával jönni érted, és akkor ott kapja a kis borraval, Dudál kettőt, elmegy, dobálja be a leveleket, hát ez nem lesz már sokáig. Ez annyira régi módi, nem? Ahogy jön. Nagyon helyes, meg igen, nagyon aranyos, persze, de hát ez biztos, hogy 50-100 év múlva már a unokáig meg elmesed, hogy egy postás nem fogja érteni, hogy az hogy volt. Tehát egészen más. Egészen más rendszer. Títsák be az internetet. Az a nagyon-nagyon sokan fognak veszíteni, hogy már nem lesznek postások. A postás családtag. Egy távoli rokon mindenki számára. Főleg nénik meg a bácsik szeretik. Megjön, kicsit beszélgetünk, kicsit düskurálunk. Ne haragudj, nekem egyáltalán nem rokonom a postás. Jó, kicsit hát, se rokonom a postás. Ne értem, hogy mindenkinek rokon, megint velem van a baj, rohadtul nem a rokonom. Tegyen oda! Tegyen oda! Nem jöjjön közelebb! Igen, álljon meg, nem mondtuljon. Kicsoda maga, a postás vagyok, 10 év adára, forduljon meg. Kezeget a fal. Igen, sárcos, ez egy asztallapot is átlunk, gumilövedékes. Ne, helyes, aranyos, mindig elnézést kérek, hogy nincs nálam apró, elmegy a kis motorjával, megnézem a kis... Hogy mondja, hogy elfogad nagyobb címet. Tök kellemetlen tizedszer elnézést kérni, hogy nincs nálam apró, tudok tehát ez annyira ciki. Sebesgyanút tudok váltani. Én most már tényleg megszorom egy kicsit nagyobb összeggel. Mi van az Uberral? Azt mondjátok meg nekem. Mi történt? Volt valami? Nem úgy volt, hogy tegnap tárgyalják? Elviekben tegnap kellett volna dönteniük. Nem tudom, nem döntöttek. Nem döntöttek? Még tárgyaltak? Vagy kerestem este, de nem találtam. Igen, ugye egy évre fölfüggeszthetik a működését. Tehát, hogy ezen megy a vita, hogy ez hivatalos vagy nem hivatalos. Na, nem annak tudjuk. Mi értelme? Hát, addig azért ki lehet találni valamit. Tudod? Egy év alatt. Igen. Lehet gondolkozni. De nem tudom, hogy hoztak-e a srácok oda bent döntést. Tehát még akkor nincs. Szerintem nincs belőle döntés. Na mindegy, jó, mert tegnap kerestem, de nem találtam. Nem tudtak kijönni, hogy elmondják, hogy mi a döntés, már egy néhány taxis eltorlaszom. Néhány taxis beállt a parlamentben, és azért sajnos nem tudtak sajtótájékoztatót tartani. Igen. Na, ugye tegnap, illetve pontosabban nem is tegnap, hanem már a hétvégén felrobbant az internet, és hát gyakorlatilag tulajdonképpen minden sajtóorgánum, minden hírcsatorna, rádióműsor, tévéműsor Illés bácsiról és Illés bácsi cukrászdájáról beszél. Gyerekek, hát komolyan mondom, cukrászda még ekkora reklám.
számot soha nem kapott. Hagyjuk dolgozni Illés bácsit. Mentsük meg dolgozni Illés bácsit. Zárják be Illés bácsit. Táborok vesztek össze már, és rohantak egymásnak a Hősök terén, szállták meg a Vajdahunyad várát, és verekedtek össze, mert egyszerűen Illés bácsi borzolja a kedélyeket. Szabad fagyizás mindenkinek. Szabad fagyizás. Illés bácsi. Illés bácsi versus hivatalháború. Igen. És új fejlemények vannak az ügyben. Hát, ezért arra gondoltunk, hogy felhívjuk azt az embert, aki leginkább illetékes, nem sokára maga, Illés bácsi szólal meg itt nálunk, és mondja el a történetét, hogy valójában mi van, ugyanis ugye a gonosz hivatal és szegény ártatlan Illés bácsi képe harapódzott el különböző sajtóorgánumokban, és hát ezt mi is így tálaltuk, hogy hát a Nébik és Gödöllő és egyáltalán hát micsoda hivatalok nem hagyják szegény bácsit dolgozni. Aztán új fejlemények vannak a dologban, és kiderült, hogy ez nem így van. Nem így volt. Mert persze zsigerből rögtön jött a mocskos Nébik, mocskos ANTS, a mocskos EU, mocskos mindenki. Ugye? Lőjünk fel mindenkit a űrbe, mert Illés bácsit merték abbajgatni. Aztán valójában kiderült, hogy igazából Illés bácsi volt az, aki úgy döntött, hogy bezárja a kis cukrászdát, mert volt, ugye? Így van, volt egy lakossági bejelentés, akkor kimentek, nem a Nébiktől, nem az ANTS-től. Tudomásom szerint a Gödöllő önkormányzattól ment ki valaki, felvettek egy jegyzőkönyvet, aztán pedig Illés bácsi úgy döntött, hogy mivel nem fogja tudni állni a felújításnak a költségét, ugyanis őt nem bírságolták meg, nem büntették meg, csak jelezték neki, hogy hát sajnos ez így ilyen formában nem mehet tovább. Ő választotta azt, hogy bezárja úgy az üzlethelységet, mert itt szerint számítás szerint egy 20 milliót bele kéne tolni, ami már valószínűleg nem jön majd neki vissza. Igen. Vagy hát hosszú idő lenne. És állítólag, amit te is mondasz, ugye, hogy maga Illés bácsi döntött úgy, hogy ő tulajdonképpen bezárja. Tehát a kormányhivatal és az illetékes szerv, aki a mai napig sem bezárásról, sem más szankcióról egyébként nem döntött. Semmiféle eljárás nem folyik ellen. Nem folyik eljárás a cukrászda ellen. Én megnéztem az RTL riportját. Kemény dolgokat látott. Véleményes a dolog. És hát ugye most már a gödöllői polgármester és a cukrászda bezárása ellen kampányol, több celeb is, különböző műsorok, mindenki elindított egy gyűjtést, Illés bácsinak aláírás gyűjtenek, ami egyébként már 12 000 felett jár. Tehát nem is a bezárása ellen, hanem hogy a fennmaradása mellett. Mert hát igen, a bezárás ellen retro cukrászát itt készíteni, vagy csinálni. De működhet a dolog, hogyha megcsinálják rendesen a helyet, vesznek olyan gépeket, vagy felújítják úgy ezeket a gépeket. Tehát itt azzal van a probléma, hogy a fagyi keverő gép rozsdás, és ezt valaki lefestette, hogy ne legyen rozsdás, igen, de úgy festette le, hogy a rozsdát nem szedte le. Mert tehát neked úgy esik bele a fagyidba a rozsda, hogy még festékes is. Igen, tehát nem a 100 évesen van a hangsúly, meg az, hogy ez egy régi. Vasjájna, a gyerekek nagy többsége vérszegény, és pláne most meg is jött, úgy. Tök jó megoldás. Nagyon helyes, Illés bácsi egyébként nyilatkozik, és baromi cuki a történet tényleg, de arra gondoltunk, hogy megkérdezzük tőle, akkor, hogy mi a helyzet, mert nagyon helyes, nagyon aranyos idős bácsiról van szó, akinek tényleg ez az élete műve. Ahogy erről tegnap is beszéltünk, hát látva a riportot azért az embernek eszébe jut, hogy igen, azért vannak véleményes dolgok, hogy milyen állapotok vannak ebben a cukrászdában tényleg. És Illés bácsi nagyon helyesen elmondta, amiről tegnap beszéltünk, hogy néha ő ott főz egy kolbászt, egy lesót, egy virslit, valamint de közben ott azért készül. Egy paprikás krumplit így van. Igen, valahol neki is enni kell. Úgyhogy most megkérdezik tőle, hogy hogyan tovább Illés bácsi. Igen, annával össze kell hangolódnunk, hogy egy hullámosszól a hímek. Beszélget Illés bácsival. Amikor meg kéne, akkor nem szól. Amikor nem kéne, akkor nem szól. Ez a fránya cserébe. Igen, mert hogy közülünk egyébként, ugye, ha valaki nem hallotta tegnap a beszélgetést, amit első körben így folytattunk a téma kapcsán, Anna az egyedüli vásárló. Tehát Anna már volt. Anna volt, igaz. Nála igen. Fél évvel ezelőtt. Mesélt is egyébként róla egy privátban. Vannak élményei. Na, itt van velünk a gödöllői cukrászmesterünk, Illés bácsi, jó reggelt kívánunk! Üdvözlöm! Jó reggelt kívánunk, jó reggelt! Szeretettel üdvözlöm! Mindenkivel tegeződünk, bocsánat, tegeződhetünk, csak egy egyszerűbb a magázódásra nekünk nagyon át kell állni, ez egy fiatalos műsor, mindenkivel tegeződünk. Lehet, Illés bácsi? Nyugodtan letegesek, nyugodtan. Jaj, bocsánat, hát ezt ugye nem szabad a fiatalabbnak sem felajánlani, sem megkérdezni, de hát... Nem, most, nyugodtan. Köszönjük, Illés bácsi. Na, mi a helyzet? Segíts nekünk, Illés bácsi, hogy most mi történt tulajdonképpen itt? Volt valódi feljelentés, vagy csak hozzád kijöttek, és akkor te úgy döntöttél, majd aztán beszélünk arról, hogy miért, hogy nem folytatod, vagy azért valaki bejelentette a te cukrászádat, hogy ott esetleg nincs minden rendben? Nekem azt adták elő, hogy zöld számon, mikor ideálltak a üzletbe, a pult elé, mikor megérkeztek, hogy zöld számon én ellenem bejelentés érkezett, utána aztán azt mondták, hogy szeretnének bejönni. Ez következett ezután, a szó után. A műhelybe szeretnének bejönni. Mondom, semmi akadálya, tessék bejönni, tessenek bejönni, mert körül kell bejönni, pult tetején nem lehet,
és mondom, megfogom a kutyát, tessenek bejönni. Volt egy kis kutya is közben. Aha. Ott már nekem van kutyám, de meg van kötve, de akkor is meg kell fogni, hogyha valaki elmegy mellette. Persze, hát idegenekre azért lehet, hogy ugye nehogy megijedjenek a hatóság emberei. De nem volt bent a kutya a cukrászdában. Nem, meg van kötve a kutya. Aha, ja, a következő ez lesz, láncolnak, és nincs benne csík. Ott a kutya mellett el tudjanak jönni, hogy be tudjanak jönni a műhelybe. És akkor bementek, és jegyzőkönyvet készítettek, Illés bácsi, hogy mi történt? Nem, előbb elmondom, hogy mi volt. Na. És akkor mondták, hogy zöld számon bejelentés érkezett, szeretnének szétlédni. Hát bejöttek a műhelybe, annyit találtak, hogy egy kis műanyag gödörbe volt bent körülbelül 2 kg krumpli. Mert én leginkább 90%-ban paprikás krumplin élek, mert feleségem ezelőtt 32 évvel elhagyott valami föltételt, muszáj ennem, mindig nem lesz gyíros kinyeret. Hát jó, egy kis paprikás krumpli, hát nincs azzal, jó is az. Na, hát, de én úgy gondolom, hogy ez miatt nem dől össze a világ, hogy ott volt egy kis krumpli, és akkor utána aztán kezdtek ezt azt mondani ott, hogy ez is hiba, az is hiba, de olyan égbe kiáltó hiba nem volt, amiért engem megbüntethettek volna. De utána következett az, hogy itt minden öreg, le van öregedve itt minden gépek, ezt ki kellene cserélni, még falit, most fogom a lényeget mondani. Igen, jó. Hogy plafonit kicsempézni a műhelyt. Ezelőtt 50 évvel, mikor én alapítottam ezt a üzletet, átvette a kölyál, itt olajfestékkel, fehér olajfestékkel le volt festve a fal abban az időben, de azóta is ugye takarítani kellett, meg javítgattam, de még mindig nagyon lényeges pontot mondok. Ehhez a házhoz nem szabad hozzányúlni, mert mikor én ezt megvettem, még egy tudatlan fiatal ember voltam, mert az élet a legnagyobb egyetem, azt tanítja meg az ember, és visszatérve, hogy tudatlan, nem néztem meg, jó, ez egy vertfalú ház, de még sajnos nincs is alá palazva, fundamentumnak nevezik ezt. Nincs alapja a háznak. Nincs alapja, semmi. És ha nem lehet hozzányúlni az egészet, ha hangosan beszélek, bocsánat. Ne nyugodtan, én is, mert abszolút jól halljuk, minél hangosabb, annál jobb. Abszolút. Igen, akkor köszönöm. És akkor ehhez mondtam nekik, hogy ehhez nem lehet hozzányúlni, mert szétomlik az egész ház. Elől is azért vannak oda támasztva ezek a falos lemezek, ilyen... Hogy nehogy összeomoljon a ház, tényleg? Biciklikkel bejöttek, ott nekidobták a falnak, és omlott szét. És omlani kezdett. Jó, Illés bácsi, te döntöttél végül úgy, hogy nincs pénzed a felújítás, és akkor inkább te magadtól bezársz? Igen, mert ők azt mondták, hogy akkor nem büntetnek meg semmi, ha vállalom, hogy bezárok, akkor inkább bezárok. Uh-huh. Mert 78 éves vagyok, 2 agyinfarktusom van, 2-szer operálva vagyok. Hát ebben a korban már nehéz ennek újra nekiindulni, igen. Mi volt Illés bácsi specialitása? Mit csináltál egyébként? Mi az, amit nagyon szerettek a vendégek? Francia krémest imádták, Rákóczi túról szerették, akkor linzereket csináltam, meg hagyományosan, ami régen csináltunk, fagyit, csokit, vaníliát, citromot, meg egyebeket. Puncsot. És az igaz, hogy éjjel 2-kor keltél, és saját kezüleg egyedül csináltál meg minden? Éjjel 2-kor, meg 2:30-kor, össze-vissza, és 11-ig mindig dolgoztam, nem csütöm, mert nem tudok dolgozni, ha kell, azonnal most, szóval nem nyitok ki soha többet. Hogy még a tetejében az embernek a rengeteg munkáját így, valaki állja sík, följelentget, és arra tönkretesznek egy 50 éve dolgozó kisiparos, de nem 50 éve vagyok a szakmában, hanem 64 éve, és mielőtt idejöttem Gödöllőre, Magyarország legfontosabb helyén voltam cukrász, meg lehet kérdezni, Központi Fizikai Kutatóintézetnek a cukrászatában. Illés bácsi, de hát persze, de ez nem arról szól, hogy Illés bácsit valaki nem szereti, vagy Illés bácsi ne csinálna jót, hát vannak talán szabályok azért, amiket be kell tartani. Amit de... be kell tartani, egyet értek vele, én nekem nem azokkal az emberekkel van problémám, akik itt voltak Na. ellenőrizni,
hanem akik feljelentettek. Bocsánat, muszáj kimondanom, aki az zöld számon bejelentést tett, ilyen rossz indulatú, tetszik érteni. Hogyne, persze. Mester azt tudja, hogy ki volt a hatóság, aki volt magánál? Hogyne, hát itt a Gödöllői Állási Főállatorvos, dr. Molnár Rita, a második, meg úgy tudom, dr. Mártoni János. Jó, mert ez sohasem nem hangzott el eddig. De kedvesek voltak, aranyosak voltak egyébként, nem volt velük semmi gond. Azt tudod? Nem, semmi. Én nagyon udvariasak voltak, tényleg emberségesek voltak, de én is, én ezt tanultam, ahogy foglalkoznak az emberrel, úgy kell Illés bácsi, azt tudod, hogy gyűjtenek most neked jelen pillanatban? És hogy a polgármester is azt mondja, hogy nem szeretné, ha bezárnák ezt a helyet, újítsák föl, csempézzék ki, legyen meg minden úgy, ahogyannak kell, de hogy utána ez a dolog akár a te neved alatt folytatódjon tovább, te erről tudsz. Ezt akarják az emberek, de hát nem tudom, mert az a baj, hogy nagyon összeomlott a idegileg, minden részemet elállja az ideg, ugye leálltam a munkáról, szóval ez az ideg annyira, hogy borzasztó, ez az igazság. Be is zártál, Illés bácsi? Tehát ma már a hely a zárva van? Tehát már ki se nyit? Vasárnap este szabad volt, utoljára nyitva lennem. Vasárnap este zártam be, azóta nem vagyok nyitva. Mi volt az utolsó gombóc, amit kiadtál? Hát nem tudom, ezt így nem merek. Lehet, hogy megyfagylat, vagy vaníliafagylat, nem tudom. Ez így történt, én velem megismétlem, a legmesszebb menőkig udvariasak voltak. Tegnap is mondom, itt volt, aki mondta, hogy be kell zárni a férfi, a városi főállatorvos. A járási elnökkel most kormányhivatalnak is nevel, és eljöttek, azt mondták, hogy azért is jöttek, hogy be vagyok-e zárva. Ja, megnéztek téged, hogy be vagy-e zárva. Mennyibe került nálad egy gombóc? Illés bácsi, mennyi volt egy gombóc? Mennyibe került egy gombóc? 200 forint. 200 forint, hát az egyébként rendes piaci ár. Igen, igen, hát mindenki azt mondta, hogy itt nem drága. Igen, hát az abszolút. Nem tudom, hogy sokan azért mentek hozzád, mert hogy... Meg voltak elégedve, hát 50 éve itt vagyok, mindennel meg voltak. Itt még hangsúlyozom, amit most fogok mondani, hogy még én soha életbe büntetve nem voltam. Itt még soha életbe beteg nem volt senki, nem csak itt. A 64 év alatt mióta csinálom a szakmám. Volt valaha panasz? Bármi? Egyébként csak kíváncsiakból tudom, hogy nyilván az engedélyeket, tehát a szabályokat nem azért kell betartani, mert ha nem volt, akkor is be kell tartani. Csak ez 50 évben jött valaki panaszkodni, hogy gyomorrontás. Soha semmi. De helyes vagy. Tehát nem volt soha. Ezért vállalom a felelősséget, amit mondok. Én nekem minden szavamért vállalni kell a felelősséget. És ha egyébként lehet folytatni, akkor te folytatnád, Illés bácsi? Tehát ha megvan a pénz, összegyűlik. És hát nem tudom, hogy lesz az egészségem. Most csütörtök a 3:45-re délután kell bemennem a polgármesterhez, mert itt volt ő is többször. Én nem hívtam senkit, hogy intézzenek el nekem ezt vagy azt, mert én... Jöttek maguktól, hát szeretnek, persze. Belenyugodtam, ha be kell zárni, bezárok 78 évesen. A testvérem is nem, akik sírnak itt felettem, hogy hagyjam abba, mert el fognak temetni minél előbb. De hát ez volt az életem, ez a cukránta, meg a szakmám. Én mióta kivaradtam 8. osztályból, 64 éve egyfolytában dolgozok. Katonaságnál is ugyanezt csináltam 3 évig. Igen, itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy nyilván a hivatalnak abban igaza van, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartani. Aki feljelentett, azért az finoman rohadjon meg, aki feljelentett, szóval azért még mindig egy ilyen igazi feljelentős ország vagyunk. Teljesen igaza van, és ismétlem, hogy én velem nagyon udvariasak voltak, én nem kifogásolom, hogy ők ezt meg azt, hát ők azért vannak, én meg azért, hogy a szakmámat csináljam. Illés bácsi, mi nagyon drukkolunk, amellett természetesen, hogy nyilván azért azt hangsúlyozzuk, amit mondtam, hogy mindenkire vonatkozik az a szabály, amit be kell tartani. Így de van. Ha megnyitsz, és újra kinyit a cukrászda, akkor mi leszünk az elsők, akik újra beszélünk veled, és hírét visszük annak, hogy kinyílt Illés bácsi cukrászdája, vagy retro cukrászdája, vagy lesz is bármiből a dologból, vagy már csak a neved alatt fut tovább a dolog, és az is lehet, nem tudok semmit egyelőre. Akkor mindenképpen beszámolunk. Az első gombóc van, ilyen borás fogja. Így.
Mondja, Illés bácsi. Amiért el kellett volna marasztalni, meg nem is marasztaltak el úgy, hanem azt írtuk, hogy négy kis sor van a jegyzőkönyvben, hogy öreg a cukrászda, öregek a gépek, föl kellene újítani, még a csempézést, amit mondtam. Hát ezek sajnos mindenkire vonatkoznak, persze. Így van, igen. Így van, de mondom, itt van a baj, hogy ez egy verfalú ház, meg tudom mutatni, ez omlik szét az egész, mert ahol én születtem, vidéken ott a verfalú ház agyagból van, meg törekből, meg szalmából. Ez meg csak homok az egész, tetszik tudni. Tudjuk, persze, abszolút. Illés bácsi, nagyon drukkolunk, jó? Ne idegeskedjél, mert az tényleg nem tesz jót az ember egészségének. Aztán ezt úgyis, ahogy látom már itt a fejleményeket, itt már mindenki gyűjt, meg segít, meg újjáépít, úgyhogy szerintem polgármester úr is jelezte, ugye? Polgármester is jelezte, igen, igen, úgyhogy nem kell idegeskedni. Drukkolunk úgy, nagyon. De hát úgy gondolom, hogy rá is szolgáltam, mert soha nem volt itt semmi probléma. Most se volt semmi. Ez csak egy rossz indulatú bejelentés. Illés bácsi, köszönjük, vigyázz magadra, jó? Ahogy van valami, mi arról egyből beszámolunk, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönjük, jó egészséget. Viszont kívánom, és még egyszer köszönöm. Köszönjük, köszönjük. Elnézést, hogyha hangosan beszél. Nagyon jó, minél hangosabban beszél a hallgató, vagy a betelefonáló, vagy akit mi annál boldogabbak vagyunk. Egyet nem szeretünk, ha valaki halkszavú, de te nem vagy az Illés bácsi. Köszönjük, jó egészséget. Én a gépek miatt is megszoktam, hogy egész életben hangosan kell beszélni, mert ha mennek a gépek, dolgozok, akkor muszáj hangosan beszélni. Milyen a paprikás krumplid, Illés bácsi? Azt mond még el, finom? Igen, hát én saját magamnak csinálom. Azt tudom. Ha Balázs arra jár, meghívja egy tárra. Jó paprikás krumpli, Illés bácsi, én imádom. Utána egy jó csoki vanília. Igen, hát ha Isten megsegít, ha esetleg újra kinyitom. Nagyon szívesen. Kitalálunk valamit. Jó, Illés bácsi, köszönjük, jó egészséget, vigyázz magadra. Jó, köszönjük, hello. Én is köszönöm, hello, visszállás. Édesem, hát nagyon helyes ember, de hát közben a technika, meg az előírások, hát azért igen, szóval egy cukrászába vissza kell forgatni, azt építeni kell, vannak engedélyek, hát ezeknek sajnos közben meg kell feltetni, a hivatal is értető. Aki betelefonált, azra hagyom, itt vagyok, Illés bácsi, jöjjön neki azonnal, ez a kis öreg mindenkit kicsinál. Én értem a hivatalt is, értem Illés bácsit is, aki betelefonál, az igazán kenyes egyébként, de közben láttam azért a videót erről a kis cukrászdáról, hát azért ott azért sok mindenhez kellene hozzányúlni, hogy az olyan legyen. Hát figyelj, gyakorlatilag az egészhez, tehát nem lehet csempézni a házat, ugye? Mert omlik a fal. Semmi, persze. Nem tudsz csempét felrakni. Ez nem egy egyszerű projekt lesz, de legalább annak is egyiket örültünk, hogy végre most legalább ebben az esetben kiderült, hogy itt nem a hivatallal volt gond, meg nem azokkal, akik oda mentünk, az ellenőrök és akkor a kegyetlenek. Persze, akkor nem, mert tök normálisak voltak. Egyetlen rohadék volt, aki betelefonált. Igen. Az a baj az ilyen típusú, illetve nem az a jó az ilyen típusú emberekben, akik 50-60 évig csinálnak valamit, hogy ez tartja őket életben is. A veszélyes az, hogy már csak azért is ki kell valamit találni, mert ugye ha egy ilyen embertől te ezt elveszed, az pillanatok alatt megbecsételi az ő sorsát. Igen. Nyilván ezért valaki nem működhetett egy cukrászdát, ha nem tart be minden. De ugye valaki 50 évig az életéből ennyit szentel valaminek, ha az egyszer csak kiúzod a lába alól, akkor abban a pillanatban egy élet értelmet veszti el. Mellett nyilván ez egy szubjektív ok, tehát ez nem tudsz működtetni ezért egy cukrászdát. Hagyjuk működjön, igen, ha elveszünk, baj lesz. De Illés bácsi pont egy ilyen ember, nem? Így van, csak ugye érzelmi húrokat pengetünk. Hogy persze. A dologgal, hogy egy közel 80 éves embernek lehet-e ilyet csinálni? Hát remélem, akik most mellé álltak, meg gyűjtenek, meg megígértek, azok be is tartják majd az ígéretüket, és akkor tényleg vagy a jó Isten, vagy a gödölői járási hivatalban is. Tuti, a konkurenciától valaki, nem? Lehet, hogy a konkurenciától. Lehet, hogy volt egy másik fagyizó. Nem, két sarokkal lejjebb volt egy vasútállomás, másik fagyizó. Illés bácsi, nem, már megint vannak szerintem a rohadt életben. Illés bácsi, megint nagy sorra, na most már fölnyomom az öreget, ez most már nagyon idegesít. Fölnyomták Illés bácsit, nem lehet, szegénykém? Hát neki biztos, hogy törzsvelőrétege van. Tehát, hogy olyanok, akik biztos, hogy nem párt tolnak el tőle semmi szín alatt. Na igen. Fél nyolc múlt, pontosan 5 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal. Ha játszanátok, írjatok SMS, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 van pontosan. Na látjátok, az ilyen betelefonálás miatt nem lesz nektek rádiótok, meg én nem lesz Illés bácsi. A feljelentgetések miatt nem lesz itt Illés bácsi. Két dolog hullik el ebben az évben. Elveszítettük Illés bácsi, elveszítjük a Morning Show-t, mert feljelentgetnek minket folyamatosan. Rohadjon meg mindenki, aki feljelent. 3:48. Lehet, hogy ez csak egy ember. Lehet, hogy egy ember jelent fel mindenki. Lehet, hogy az egész országot egyetlen egy ember tartja sakban, és ugyanaz az ember hallgat bennünket, és írja meg a lakosság
biztonsági bejelentés alapján az NMA-nak a feljelentés, mint aki bemószerolta. Egy ilyen hatalmas newsroomban ül bent, és akkor mi figyeli a tévét, figyeli a rádiót, járja az országot. Járja az országot, Illés bácsikat keres, rádióállomásokat keres, leírja a levelet. Járja az országot, és ahol tud, feljelent, de közben hallgatja a Morning Show-t is. És egyszerre lábbal, kézzel írja a feljelentést. Lábbal, géppel, kézzel ír. És egy ember tartja sakban az egész országot. Sőt, már titkárnői vannak, diktálom, Marika! Igen. Ó, Istenem, közben mit hallok, érted, mit hallok, hogy szeméttel, szennyel, penészes hússal etetik a gyerekeket. Hál' Istenem, hát a Navy észrevette és lebuktatta őket. Igen. Hát szerintem kiváló munkát végeznek egyébként, és nem szabad rájuk haragodni. Tonna számra etetik ő, lehet, hogy hosszú évek óta penészes, romlott, büdös hússal. Találtak, nem tudom, 13 tonnát. 13 tonnát húst, és úgy, hogy közétkeztetésbe ment a java. Közétkeztetésbe. Tehát ha te ott laksz, akkor a te gyereked esztette. Én nem értem, hogy és ez hogy van az, hogy most bezárják, de ha kijavított mindent, újra kinyithat. 13 tonna lejárt szavatosságú, büdös, romlott hússal etették. Lehet, hogy hosszú éveken keresztül a gyerekeket. Nem. Mi az, hogy újra kinyithat? Nem tudod, mi van. Az egész életére el kéne venni az engedélyt, nem szabad nagyni, hogy másik cégjel alapíts, kész, vége. Az üzem soha többet igen, de ezt nem tudják ki. Megtenni. Tehát de miért nem tudják megtenni? A jogszabályzás nem erről. De akkor miért nem szigorítanak? Hát, azt mert ők nem hozzák a... Mert gyereked romlott penészes büdös hústevet hosszú éveken keresztül, hát most lebuktak. Az üzem nem nyit ki többet, kész. Ilyen nincs, hogy alapítok egy másik céget, aztán gyorsan újra kinyitok. Hát milyen szabályzás ez? Hát de van, ez de van, de van, mert az a... Illés bácsival meg leszámolnak? Milyen világ ez? Tényleg. Érted? Illés bácsi nem adhatja oda valami a gombot, de büdös húst tehet a gyerek. Nem csinálja Illés bácsi is azt, hogy most ez zárja be, de nyisson egy újat, ugyanitt Béla bácsi. Na, van egy betelefonálunk, Pataki Ádám, gyerekek, hát itt ma, mint ma cukrász műsor van. Ádám, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, ciao, nem, hello. Nem az Illés bácsival kell leszámolni, hanem az Adria fagylaltozókkal, ha tudják. Na, most megérkezett a fagyi lobby is. Na, mi van, hol? Csütörtökön meg nem holnap meg a Rákóczi túrestet fogunk lobbizni? Mi van? Nem, azért is náprajzi lobbizhatunk, persze. Na, minden további. Hallgatod a műsort és meghatott Illés bácsi, szeretnél valamit mondani? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem beszéltünk a cukrászi patestőben erről a történetről, mert nyilván természetesen érint ez a dolog minket, főleg azért is, mert azt gondolom, hogy az öregeknek a szakmai tudását átvenni, ápolni és továbbvinni, én azt gondolom, hogy közelességünk, ahogy édesapám is mondta, hogy a cukrászi patestőnek egy nagyon fontos feladata van, hogy őrködjön a szakma felett, és ezt a fajta kézművességet, amit maga a cukrászipar, a cukrász társadalom végezni nap mint nap, ezt minél korrektebb módon tudjuk vinni. Úgyhogy összedugtuk nagyjából a fejünket, mi konkrét megoldás nem született, meg ötlet sem, de azt gondolom, hogy Illés bácsinak nagyon nagy segítség az, amit az ipartestet tud adni, az, hogy a mindennapok szabályait, előírásait, mind adózási, mind akár nébi tekintetében, mind bármilyen jogi viszonylatban be tudja tartani, hiszen ugye tudjuk, hogy a szabályok azok mindenkire vonatkoznak. Hát hogyne, de akkor tudtok neki segíteni konkrétan, Ádám? Néhány tehát, vagy fagyigépet adjatok inkább. Vagy gyakornokot mellé tenni, igen. Vagy ami mit tudom én, hát valahogy akár, egy kicsit segíteni Illés bácsira. Az ipartestőnek, hál' Istennek, elég jó a kapcsolat a kamarákkal, szakiskolákkal, nyilván ott Gyöbölő és környékén is megvannak a kapcsolataink és a kollégák, akik akár egy gyakornokkal, tanulóval, bármi ilyesmivel tudják Illés bácsi munkát segíteni, és természetesen maga az ipartestület is azon gondolkozik most per pillanat, hogy milyen úton módon tudnánk neki olyan szakmai segítséget adni, hogy egyszerűbbé tegyük az életét, hogy mondom ezeket a különböző jogi szabályozásokat adó történetében be tudjon tartani, és tudjon minél tovább működni, hiszen neki csak egy feladata volt, ahogy én láttam az interjút, és hallgattam a riportokat, hogy jó minőségű fagylaltot és üteményt szeret készíteni, és hát minden további dolog az. Meg kell neki adni a lehetőséget, persze. Van, de jó fejek vagytok, Ádám, hát nagyon köszi, minden segítség. Ez is jó, de egy jó hideg burkoló, aztán még jobban. Ez a kettő ilyen. Vagy jeges. Ismeritek egyébként Illés bácsit személyesen? Esetleg volt valami szakmai kapcsolat? Én megmondom őszintén, én nem, bár most itt családom belül az unokatestvérem éppen azt taglalta, hogy állítólag az én nagypapám ismerte őt, ráadásul a
nagypapának még a Tápió Györgyi üzletében még bebesegítkedett. Állítólag, tehát ez nem... Hát akkor ők is egy nagy cukrász dinasztia tulajdonképpen, az Illés bácsi és az ő cukrászdája. Lehet, igen, talán az apukájától tanulta ő is, én nem is tudom az ő történetét. Igen. Jó, Ádám, nagyon köszi, hát minden segítség jól jön. Szerintem az ilyen, ha ezt felépítik, újra csinálják, és lesz egy ilyen retro cuki, azokra mindig nagy igény van. Tehát az emberek ezt keresik szerintem egy cukrászdában, egy régi igazi cukrászdában, kicsit a retrót. Tehát ez a tudati segítségetekkel is valami újot létrejön, hát, ezt megköszönjük. Hát ugye én azt fogalmaznám meg, hogy a régi korok úgymond ízeit, amikor még rendes tejszín, vaníliarúgat, csokoládét és tejet használtunk a fadlaphoz, nem ezeket a műanyag dolgokat, amikkel szépen felhabosítják, beszínezik a fadlatokat, és kirakod az asztalra, és még negyed óra múlva is ugyanolyan állagú lesz. Jé, vajon mitől? Igen, ebben nem menjünk bele, mert akkor holnap bele alapoznak téged egy társasházba, aztán engem mellé tesznek. És ott fogunk állni hátra kötött kézzel, és mondtam, hogy ne szólj be nekik, Ádám, a rohadt élet, de ne szólj be nekik, mondtam, hogy ne szólj be nekik. És utána öntük a nyersbetont, ami nagyon hamar köt, úgyhogy csak óvatosan. De rendesek vagytok nagyon, Ádám, de aztán amikor növekszik a cím, aztán nem be kell belezni itt ezt a kis időlőt. Nem már felvásároljon, aztán itt negyed Klaudia cukrászdani. Vártam már. Ez egy ilyen műsor, csak mondom, a Jani volt. Én sokszor reggelizem ott nálatok, a Jani volt. Így van. A te kávédba is lesz, hogy a Jani van közelem. Kerikám, azt a múltkori popcorn-t, azt még majd azért megbeszéljük. Ja, tényleg. Azért az úra volt. Nekünk nagyon kiestek, úgyhogy nem kell udvariasnak lennem. Érted, is én összem ott, az a baj, én összem ott. Jól van, Ádám, csokoltatunk, köszi neked, vigyázz magadra. Köszönjük, ha bármire tudtok segíteni. Pataki Ádámnak köszi, hello, ciao. Hello. Ez jó, hogy így egy szakma így összezár, meg próbálnak segíteni, az jó, ez mindenképpen szimpatikus. Igen. Na játszunk, abszolút szimpi, persze helyesek. Játszunk, már is itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészem, élet a szív. És aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Édes bácsi? Halló! Hello, sziasztok, Andi vagyok. Andi, hello, Andi, honnan hívtál minket, Andi? Hajdúböszörmény. Na mondom neked, hogy állat, híres ember, város, szólásmondás. Híres ember, indítjuk is az órát, figyelj. Köszönöm. Sakraf, ne lept meg. Nem volt már? Há, mindegy. Volt már, szerintem el akarod. Sakraf, ne lept meg. Volt, a múlt héten, vagy két hete volt. Sakraf. Sakraf, ne lept meg. Ne lep meg. Volt, bizony. Volt már. Kenselem tartott. Az bizony, így van. Ki segített? Ki segített? A 4 éves nagylányom. Tényleg? Igen, itt ül a drágám, nagyon szorít nekem. 4 éves, mindössze a Larus enciklopédiája. Felmondta 4 évesen a kempelem farkasnak, nem, azért az elég jó. Nem. Erőt adok nekem, köszönöm. Jungot olvas egy kis Freudot, és nagyon szereti kempelem farkas munkásságát, és még csak most lesz 4 éves. Nagyon tudod, gyerek. Oké, figyelj, megmutattuk többször, igen, de most mindegy, igazából én rányomtam, csak hogy haladjunk többször, de nem veszünk ki most a bögrét, úgyhogy megvan az egész ajándékcsomag. Jó? Nagyon örülök, köszönöm szépen, fiúk. Andi, puszi, köszi a játékot. Köszi szépen, sziasztok. Sziasztok. Ciao. Kislány egész ügyet. Nagyon jól voltam, igen. Anya, ezt se tudod, kempele farkas. Fél éves volt, amikor ráunt a pöttyös pannira. Igen, 1 évesen kirakta a Rubik kockát. Azóta csak a rémai faj. Igen, most szimultán sakkozik 6 nagymesterről. Jelenleg is. Igen, közben veletek beszélget. 5 perc, a pontosan 8 óra jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, jön a jó idő, jön a meleg, jön a nyár. 23 fok lesz ma már délután. Nagyon jó. Nagyon jó. És esős még de felhős, vagy már a napocska? Már kisüt a nap, már sok helyen kisüt a nap, és napról napra egyre melegebb lesz. Hétvégén már 25-27 fok. Hát igazi május végi időjárás. Be is verek valahol egy csoki vaníliát. Egy jót? Én még nem fagyiztam idén. Egy jégkrémet ettem, tehát hogy a dobozos jégkrémből egy pár kanállal elfogyott, de még rendes fagyit idén nem ettem, annyira tartottam tőle, hogy megfázik a kis torkincám. Pedig van egy-két jó cukrászda a környékén. Miért te óvodás, hogy lassan 50 éves vagy, hogy megfázik a torkod egy fagyit? 30 fok is igen. Volt az idén. Nem vetted észre? Azért ne csinálj már, hogy mint a 6 éves lenni, hogy megfázik a torkod, ez volt már 30 fok is a nyáron. Jászai, vagy majd a színészeket is látsz, meg balettművészeket is sállal a nyak körülmel védik a torkukat. Na jó, hát igen, de ott azért komolyabb jelenlétel van, nekünk csak beszélni kell. Jó, hát fél légbátori, május végén egyéb meg egy gombóc vagy itt. Éveszélyesen tudod, én mindig ezt mondom. Tehát, hogy hát de csak egy. Áldozd be magad, egyéb meg egy gombóc csokit. Merje veszélyesen élni. Bátran. Tegnap volt a születésnapod, most már azért kezdjél egy kicsit bátrabban élni. Május végén beverhetsz már egy csoki puncsot. De ha nagyon durva vagy, egy meggyet is tehetsz a tetejére. Figyelek, tehát sütíznek a csoki tortája, amit ugye két tortát kaptam tegnap. Az egyik egy, azt mondja, hogy pasió gyümölcsös kókuszos volt, amit ti is ettetek, és nagyon ízlett nektek. Most valljátok bőszintén, nem volt rossz. Hazavittem még egy csoki tortát is, hát. Akkor te se kaptál a csokisból, ugye? Nem, hát mondtam nektek, hogy nem hagytok a fair play-ra, érted? Az a tiétek, aztán viszontlátásra. Meg amúgy is szeretem tényleg, amikor megjelennek a tortaevők, megjelenik a siserihad, nem látok, gondolok, nyilvánvalóan nektek egy picit jár is, akkor megjelennek a többiek, megeszi, és aztán jó, boldog születésnapot. Jó, hát először eszünk, aztán beszélünk. Először nézzük, jöjjön a lénye. Na, azt mondja, hogy az éles sarok teljesen beállt, ne jöjjön erre senki, Tomi küldte nekünk. Aztán azt mondja, hogy Újpest, Baross utca, Trafipax van, ezt Zoli írta, úgyhogy ott is vigyázzatok. Budai alsó rakparton egy picit lassabb a haladás, mint amilyen szokott lenni, mert van egy lámpa, és az feltartja a forgalmat. Beállt a Buda gyöngye is, villamos nem megy a Szél Kálmán felé, emberek és autók vannak már egymás hegyén hátán, aki tud, mi hamarabb szálljon át. Nem tudjátok, hogy mi lehet? Egyelőre nem kaptunk információt, SMS-t nem láttunk semmit. Budakolászon a körforgalom már most bedugult ez. Gabi küldte nekünk, Ajak belterületén Kisvárdal felé haladókat mérik. Vigyázzatok, a 82-esen van egy baleset Ravaszdon, és van egy trafing az M3-as 204-es kilométerénél Budapest felé. Ezt Taki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nézem, hogy van-e még valami. Igen, és a Csanádon épül a három lábú, már ott is nagy erőkkel fotóznak. Működik a Véda. Bizony. Működik a Véda, bizonyám. Laza 1 milliárd. Laza 1 milliárd az árbevétel. Árbevétel, ha ügyesülőre beszél. Árbevétel. Nézd. Mennyit vettek ki osztalékba? Nem jársz olyan messze a valóságnak. Hát ennyi folyt be. Igen, valaki így kezeli a dolgot, valaki pedig úgy, hogy ez egy büntetés. Igen, alapján. Én is hozzáteszek ehhez ma holnap már tudom is majd, hogy mennyit. Valaki már írja, hogy melyik fagyicóba menjek, hiszen Ádám is ezt ajánlott. Menjél oda, az való neked. Olcsó, jó, gyors. 100 forintért kapsz egy gömböt, jó van fel, jó felfújva, szépen, mindenféle adalékanyaggal, meg minden mással. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Van valami nem, bácsi? Nem mondtam. De valami bácsiról akarsz mondani? Jaj, képzeljétek el, van egy brit település, egy kis olyan falucska, most olvastam valamelyik nap az infot, és marhára tetszett, hogyha valaki így egyszerűen olyan szinten behúzza a kéziféket, és olyan szinten játszik önkéntes rendőrt, hogy gyakorlatilag egy egész települést a szerszámnak a rossz végére állít vele, hogy az öregnél van a doboz, ami rejti az internetet. Az egész falujét, mert ott van egy ilyen kis központi hálózat, és valamilyen okból kifolyólag, ez az ő házára lett felszerelve annak idején. És hát ez elég régen történt már, és a falubérek már szeretnének egy picit haladni a korral, szeretnék, hogyha hasítani egy pár gével az internet, tehát ha már vállal a lehetőség. Helyet. Igen, a betárcsázós helyet. De nem tudják sem is ezt a dolgot így véghez vinni, mert az öreg minden egyes közeledést, ami a szerelők részéről irányul az ő kis lakóhelyére, azt megakadályoz. Nem engedi be az öreget, az embereket. Oda az öreg, a szerelőket, hogy átállítsák, hogy megjavítsák, hogy feljavítsák, hogy egyszerűen jobb internete legyen a falunak. De mi a baja, hogy ne jöjjenek be a telekre, vagy az, hogy a falunak ne legyen jó internete? Mert ő látja, hogy az maga a pusztulat az internet. Ő nem foglalkozik az internete, oda ne jöjjön senki, mert az ő háza, az ő vára.
és ezért az egész falut blokkolja. És ezért mindenki, és állítólag már felajánltak neki ilyen 2-3 ezer fontokat is, azért, hogy egy picit egy jobb belátásra térítsék, már már fenyegetőztek is, meg már kapott egy-két levelet is, meg mit tudom én, ezért döglött macskát, meg hogy hívják, hogy zsák kakát, meg ilyeneket a lábtörlőre, de hogy az öreg hajthatatlan. Egyszerűen nem hajlandó semmilyen szinten engedményt tenni, mert ő azt mondja, hogy nem, ez az én házam, ez nem fog szerelni senki. Azt nem tudom, hogy annak idején hogy engedte meg egyébként, hogy szereljenek rajta bármit is. Még fiatal volt. Még igen, még fiatal volt, még engedékeny volt, még egy kicsit ilyen simulékonyabb volt, meg egyáltalán. Valószínűleg az lehet, igen, akkor tették oda, amikor még az öreg nem lakott ott, aztán oda költözött. Minden gyerekek, tegyétek föl. Oda költözött, és azóta nem engedve senki, és akkor nem tudják megcsinálni az internetet? Nem, a jog az ő pártján áll, tehát hogy ezt megengedi neki, a brit jog, tehát hogy ő gyakorlatilag tényleg nemet mondhat erre a dologra, de az egész faluban mindenki gyűlöli kivétel nélkül, mert ott és várják az internetet. Minden faluban van egy ilyen, szerintem, egy ilyen ember, nem? De most hatóságig nem mond nekem, hogy a polgármester nem mondhatja azt, hogy nem tudom, hogy hívja, John bácsi, bemegyünk. Nem mondhatja ezt? Nem. Hát a magánterületről van szó, akkor egyébként. Igen. Ott van a községi elosztó doboz, hát akkor érted. Érted. Vicces. Szorgalmi úton megközelíthető a hátsó telep. Már nem! Lezártam! Mert lezártam! Bácsi, mennyire szerethetik, mikor kiteszi a lábát, nem? Tehát gondolom, de ott laksz, nem tudsz gyors internetet használni, a bácsi jön, és ő megakadályozza, hogy a falu hozzáférjen a magas sáv szélességű internetet. Hát azért őt szerethetik. 86 éves a bácsi, tehát még lehet, hogy 10 évet várnod kell. Hogy... Igen, még egy picit odébb van az a jó kis internet, de akkor még mekkora ugrás lesz az majd a településnek az életében? Hirtelen beugranak így a 21. században. Úristen, ez ilyen sebesség. 80-as években szerettük a faluban a kábel televíziót, mert az volt, megmondta a helyi vállalkozó, hogy ő megcsinálja, de a kábelezést azt nekünk falubelieknek kell kihúzni, és akkor így összeálltak páran, tök jó volt, mentünk a tetőre, egy sört megittál, már jobban, bátrabban kúsztál a gerincet. Húztál a kábelt, és akkor ugye azt kell csinálni, most mit nézel? Ti húztátok a légkábelt. Igen, a légkábelt. Fogtad a levetélet. Csináld magad. Igen, majd csináld magad az egész falu. Tudod, ez egy közösség, hittem, akik egy emberek, szakma. Akik is szeretik egymást. Hát volt egy szakink, és akkor ő mondta, hogy mi van. Leveszed az egyik cserepet, ahol a nagy gerenda van, oda beteszel egy ilyen kis húzó eszközt, és akkor arra tudod a kábelt feszíteni. Igen ám, de azt hiszem, hogy a Kossuth utcában Marika néninél mi is elakadtunk. Nem engedett be? De hogy mondta, hogy ide? Maga nem vesz le cserepet itt, Zolika. Ide azt nem tesznek ilyen kábelt. És ha elhúzza a tetőt, és mondtuk neki, hogy két oldalról lesz meghúzva, mert tovább megy ugye a kábel, persze, meg valahonnan jön. Zavarni, persze, meg egyébként se húzza el, hát azt nem húzod olyan feszese, de ez volt az izé, hogy de hogyha elhúzza a tetőt, akkor mi lesz, illetve ha beázik. És akkor ott egy picit megakadtunk a légkábel húzásával, azt hiszem aztán ott addig kellett várni, amíg ő el nem távozik, és ahogy megvoltunk. Mi az Isten az a légkábel? Az segítsetek már. Ami bejön az áram. Igen, abban ment ugye a televízió adás maga, és akkor azért hívják légkábelnek, mert a levegőben megy. És akkor házak tetejét. Van ez a típus. Ők az a típus, annak idején, mit tudom én, az 1800-es években megjelent az első gőzmozdony Magyarországon, az első vonalat ugye felavatták, és elkezdtek írogatni ilyen cikkeket, hogy ez akkora sebesség, ami meg fogja ölni az utasokat. és ez a típus, ez gyakorlatilag így átlépi, évtizedeken, évszázadokon, ez mindig ott van. Mindig ott van a közeledben. Vagy a másik pedig az, aki tényleg azt mondja, hogy ez az én házam, az én váram, én ezt megvettem, én nem jön be senki. Miért nem? Mert csak. Ennyi. Mert csak. És ő az a típus, aki megunja, hogy állandóan elé állnak, máshol nem tudnak állni, mert itt tudom én, szemben van a rendelő, nincs elég parkolóhely, előtt állnak meg, és azért ilyen sindarabokat betonoz be előre a ház elé, tudod, de nem is nagyon szól. Miközben ez egy elég fura falu, hogy nem tudod máshogy megoldani gyorsan az internet, nem? Tehát hát oda tették az elosztó dobozt. Tehát ezért nem tudsz még egy elosztót valahogy betenni, vagy a falu végéről. De átszerelni se tudják. Igen, most közben én is látom a hírt, igen, a bácsi elbarikádozza saját magát. Tehát, hogy ő nem enged be oda senkit. Nem, és kész. Nem, és kész, és akkor sem. És nem tud neki megmagyarázni. Nem tud neki megmagyarázni. Milyen makacs típus, hát most ez van. Igen. Szóval, hogy szerethetik a faluban, mikor elmegy bevásárolni. Na, adósak vagyunk egy témával, amit ígértünk még a múltkor, amikor egy másik témát csináltunk, hogy mi volt az a szolgáltatás, ugye, amit
amire te számítottál, és aztán elmentél, és hát nem azt kaptad, ugye szenzációs SMS-ek jöttek akkor, és hát hihetetlen sokan vesznek igénybe különböző olyan szolgáltatásokat, amit mi nem is gondoltunk volna, és ilyen például ugye az az ominózus kupon, amire emlékezhetünk, hogy mi ígértük, hogy visszatérünk, ugyanis hát rengetegen kuponoznak az országban, de mégis valahogy ennek az egésznek nem az a végkicsengése, vagy a végkimenetele, mint amit te sokszor elvársz, vagy szeretnél. És akkor jöttek ezek a kuponos SMS-ek, és már akkor mondtuk, hogy ezzel egyszer foglalkoznunk kell, mert ebből jó témát lehet csinálni. Ugye rengetegféle kupon van, hát szerintem még van ember, aki ezt egyébként nem ismeri, rengetegféle kupon van, és ezeket a kuponokat te megveszed, kiváltod, és ezzel te belépést nyersz valamilyen szolgáltatásra, valamilyen eseményre, valahova, magával a kuponnal. De nem mindig úgy sül el a dolog, ahogy azt te szeretnéd. Mi baj van a kuponnal, vagy miért nem működik ez rendesen? Dehogy nincs baj. Egyrészt megvenni nem kell, tehát hogy mit kell megvenni. Pont ezt akarom mondani, kétféle kupon van. Az egyik, amire te vagy rácsavarodva, mert ingyen van, tehát ha bedobják, mert kapod. Benne van Amerika. Kivágod a kis kegyedből. Újságból ugye nem akarok semmit venni, de majd kitalálom, hogy hát mit veszek. Hát egyszer jó lesz. Így van, ez az egyik kupon. 20% és szerintem ez a kevéssé bosszantó, de van olyan kupon, amiért fizetsz, mert hogy mondjuk egy szállodai hosszú hétvége, az kerül 100 000 forintba, azt mondják, hogy kuponosan, ez most 60 000 forint, fizest ki a 60 000-et, interneten is lehet egy csomót, és elmész. És szerintem ez a nagyobb gáz. De bár, hogy működik-e, segíts nekem? Tehát, bocsánat, csak hogy én kuponozhatom saját magam? Tehát most megmondom, miről jutott eszembe ez a kupon, hogy úristen, ezt megígértük. Dombi előadását láttam féláron kuponért. Mondom, te jó Isten, Dombi, ekkora baj, hogy Dombovár István előadására kuponnal el lehet menni. Eszembe jutott a kérdés, hogy a Dombi kuponoztatja saját magát? Vagy hogy működik? Tehát, hogyha én valahol tartok egy előadást, akkor én megkuponoztathatom saját magam, hogy gyere, én adom a nevemet a kuponhoz, és adjátok féláron a jegyet, vagy valakik azokat megveszik, és akkor bekuponozzák. De hát akkor... Mondom, Dombinál ekkora baj már, hogy kuponnal lehet rá elmenni féláron? De az nem jó, hogy te teljes áron eladod valakinek a jegyet, aki aztán féláron elkuponoz. Hogy van ez? Tehát hogy van ez az egész kupon? Mindenki kuponozik. Kell. Igen. Balázs féláron kupon. Balázs féláron kupon? Tehát én kiadok egy kupont? Ha csökken az érdeklődés az előadásaid iránt, akkor kell féláras kuponoznod. De a Dombinak nem csökken. Szombat este felvétel kuponna. Tessék, kuponnal olcsóbb. Igen. Most megmondom, mit láttam még egyébként, ami nagyon durva, nem fogjátok elhinni. Lehet venni olyan kupont, ami a kutya kozmetikására vonatkozik úgy, hogy uborkás arcpakolást tudsz adni a kutyának 30-35%-os kedvezménnyel kuponnal kutya kozmetikában. Tehát azért arcpakolás, adsz, igen, arcpakolás. Rövidszőrű társaság és nagy testű kutyáp alap és teljes kozmetikázása plusz arcpakolás. Tehát hosszú szőrűre nem iga, mert a hosszú szőrt már nem viszi át az a hosszú szőrt már nem viszi át. És voucher bűzmirigy kinyomásra. Igen. Az alapkozmetikázás az csak fültisztítás, nincs benne a körömvágás például. Ez az alapkozmetika. És ugye beválthatod a bónuszodat. Tehát itt az uborkás pakolás. Itt az uborkás pakolás. Igen, mosásért, szárításért, de az uborkás pakolás az bónusz. Mert egyébként az senki nem rendeli, viszont van egy csomó ilyen uborkás pakolások, aminek lassan lejár a szavatossága, ezt valahogy el kell. Na, de ez jó érzet, hogy erre is jó például de, a kupon. De ez hogy van tényleg? Tehát meg tudjuk magunkat kuponoztatni? Igen. Tehát én meg tudom magamat kuponoztatni, ha valahova megyek? Vagy lesz egyszer az őszi kitelőkon csináljuk így. Az őszi kitelőkre bejutás féláron. De nem jó, mert ingyenes. Tehát arra, ami ingyenes, arra nem adhatsz kupont. Nem azt mondom, tehát valahol van egy előadás, mert 1000 forint. Akkor igen. Akkor én adok magamnak kuponakciót? Igen. Igen, vagy a szervező adhat, tehát azt mondja az, aki szervezi, inkább a szervező. Mondjuk a hely, hogy téged kifizet 1000 forintosával, de ő talált egy szponzort, aki az összeg felét, az 500-asokat odaadja, és akkor már csak 500-at kell fizetni, tehát kuponnal tud bejönni. Tehát kuponnal tud bejönni. Igen. Láttam egy másik nagyon durva kupon, G.feltöltés. Hogy mi? G.feltöltés kuponakció. Valamilyen géllel feltöltik a G-pontodat. Érek egyet. Feltöltik. Feltöltik, G-pont feltöltés kuponnal. Ez is kuponos akció volt Magyarországon. Minden maga sorrendjében. Hát először megkerestet. Egy teszttal elkarovatva, nem mész el? Jöttél a G-pont feltöltésre, és itt van a kuponod, amivel 30%-kal olcsóbban tudod. Fura. Valamilyen géllel feltöltik a G-pontodat.
pontját a nőknek, igen. És ezáltal valószínűleg egy érzékenyebbek lesznek az együttlétek alkalmával. És ez, tehát ha megjelensz egy kis kupon, egy kivágott kuponnal, hogy jó napot, jöttem a géppont feltöltése, itt van a személyigazolvány és a lakcímkártyám között, itt a kupon 30%-kal olcsóbb, egy 7000 lenne most 4000, és ott keresgeted a géppont feltöltéses kuponodat? Óriási. Te kuponozol? Persze. Jó, hülye kérdés. Hülye kérdés. Mondjuk én a klasszikusat szoktam alkalmazni, nyilván amikor kapok egy kuponfüzetet, ami tele van mindenféle, tele áruháznak az engedményével, hogy itt 10-15-20%-kal olcsóban vásároltak nála valamit, és akkor ezeket mindig szépen végignézem, és hogyha mondjuk az én igényemmel is találkozik a dolog, tehát csak azért, mert látok egy 20%-os kupont, nem fogok ezzel elkezdeni agyalni rajta, hogy vajon mit vehetnék náluk, tehát én tudatosabb vagyok ennél, de engem ez a formája is nagyon érdekel, amit a Feri mond. Mert például, hogy amit tudom én, valamilyen fitness tevékenységet ki lehet próbálni, és ilyen kuponok is vannak, és mondjuk nem akarok érte nagyon kicsengetni valamit, akkor itt tudom, egyszeri alkalommal el tudok menni, és akkor féláron mondjuk nem 1500-ért, vagy mit, hanem 750-ért ki tudom próbálni. Így van, és aztán tetszik beruházni. Menj már egy kisajak fiatalitásra. Kisajak fiatalitásra? Van, 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 kisajakot? Tessék? Vagy jó ez, amit hasz. Nem, hát nem, megmondod, hogy a kisajkadat itt alul szeretnéd, mert a nagyajkaid jók itt fölül, de az alsó kisajkadat szeretnéd egy kicsit fiatalítani. 410.000 forint ezeket otthon hagytam. 410.000 forint, 219-ért kisajak fiatalitás. Nagyon jó. Bemondott, hogy picit már ilyen vizslafüles lettél fel, és szeretnél egy kicsit fiatalítani. Ez is egyébként kuponos. Csak mondom, hogy erre mind kuponnal tudsz elmenni. Kétkezes prostatamasszáz esetben? Na, az ott rá. Nem ajánlanám azért. Kétkezeset főleg. Voltam. Nem annyira szórakoztató, mint amennyire azt gondolják, hogy ott nem segített a kupon, hogy 30%-kal olcsóban csinálják. Szerintem tök hizeg a dombira nézve egyébként, hogy egy kuponos akcióval végre megnézték. Tehát, hogy kellett valami kis. Azért az megdöbbentő, hogy menjen 30%-kal olcsóban a dombovári előadására kupon. Akkor meg nem jut eszedbe így a dombival kapcsolatosan, hogy akkor most baj van? Tehát ha valamit megkuponoznak... Igen. Na ezt kérdezem, hogy megkuponoznak engem. Ha a dombit vagy téged, valaki megkuponoz téged. Tehát hogy gyertek átra, lehet jegyeket venni. Igen. És ha van egy kupon 50% olcsóban, akkor az olyan, hogy már jöjjenek el. Gyerekek, erre már senki nem akar menni, hogy 50%-ért adja. Jöjjön már el. Igen, már 50-nél olcsóbb oda. Csenki dombi, hatházig diszkontára. Igen, kuponna. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt a legelképesztőbb dolog, amit kuponnal vetetek igénybe, és hát nem teljesen úgy történt, vagy azt kaptátok, amit vártatok volna. Most nem csak egy szolgáltatásra gondolunk, mert tényleg a múltkor nagyon sok SMS jött, hogy ugye a kupon, és ez rengetegszer elhangzott tényleg, hogy ezzel a kuponnal sokszor valami nem stimmel, mert ígérnek valamit, aztán elmész, és ezek a kuponos leértékelések nem úgy sülnek el, ahogy azt te várod, vagy ahogy szeretnéd. 8 órás Facebook marketing képzés, kuponnal 48.000 forint helyett 9.000 forint. Nem lehet, hogy valójában annyit ér, és a 48 a kamu? Hát igen, ez is benne van, hogy egy darab lézeres, ezt ismerjük. Ugye? Tehát, hogy valójában egyébként ez 9000 forintot ér, csak te elmész, és egyébként azt hiszed, hogy olcsóbban kapod meg, ez nem lehet? Pedig valójában marhára nem ugyanazon a listáron kapod meg, mint bárki más, csak te abban bízol, hogy ez a kupon, ez most valamiféle engedmény. Facebook képzés, érted? Azt mondom, hogy így nézed meg a képeket. Így tudsz lájkolni. Így tudod felhasználni a Facebookot. Létrehozzuk a profilt, adj egy e-mailes e-mail címet. Na, szóval, hogy milyen kuponnal mit vetetek igénybe, ezt írjátok meg nekünk. Mondd, hogy te nem kuponozol azért. Nem. Te nem kuponozol. Nem, de van a családban, aki igen, de a Janival ellentétben, mert a Jani jó kuponos. Nekem ő jó kuponos? Azért, mert ő okosan kuponoz. Tehát ő tényleg megnézi, ha szüksége van rá, megveszi. Nálunk mindig az a mondás, hogy életem, van 3 kuponom, és itt már tudom, hogy az minden megdőlt, mert nem csak a 3 kupont fogja beváltani, hanem egyébként még meglátja a cuki kis felsőt, és azt hozzáteszi, tudod? Tehát, hogy a kuponozás címszó alatt elmegyek vásárolni, attól nekem már a hócipőm tele van. Érted? Tehát az jó, amit a Jani csinál, csak mert ezek pont ezért vannak kitalálva, hogy elmész kisajakat feltöltetni, vagy G-pontot, és érted, ezt megcsináltatok kuponnal, és közben beugrik a 2 új cici is, az viszont egy 800.000 forint. És arra már nincs kupon. És arra már nincs kuponod. Tehát ez a beetető az ajak.
műfajok húzás, és utána még valamit hozzá. De nem is mennél el, tehát, hogyha azt látnád valahol, hogy mit tudom én. Kisarkat feltölteni? Nem, nem, mondjuk izét, hogy tudom én, kuponáron új tetkó 30 mintából választható. Nem. Ó. Oh. Hát például nem. Így lapozgatni, és hát nem tudom, most itt a halálfej, hát várjál, csak a barbár itt a bárdal, vagy a sárkánytől. Most igen. Annyira nem. Jó, hajrá, úte, nem. Hú, hogy ezt át tudjuk írni, legyen a koponya. Most ide egy hallgató, hogy volt a gyertek át szombatesére, gyertek át kupon. Nem már. Volt, hogy olcsóbban tudsz beülni. De állítólag nézett a műsor. A rohadt életben. Ezért volt állandó a deltász. Ezért mutogatták az emberek a felvételt. Kuponnal jöttünk, és én nem értettem, hogy mi ez a sok ember, aki mindig egy kuponnal akar bejutni. És kérdezem, most már értem, most írják, hogy volt kupon egyébként erre is. Jézus Mária. Az a durva, hogy 10 emberből 9, akivel beszéltem, azt mondta, hogy utána mennek át a tropikáriumba, és nem értek. Volt, úgyhogy gyertek át, tropikárium csodák balotája. Ez egy csomagba lehetett meg. Egy csomagba lehetett. Jöjjön el a Campona Media Center, menjen át a tropikáriumba, menjen el a csodák balotájába, és ne felejts el a játszóházat. Nagyon szeretik a gyerekes. Cívsúrolószer, 20% olcsóban. Gyertek át csak egy óra, utána viszont ott van önnek az egész nap, amit már viszont vidáman eltöltett. Te jó Isten! Erre is volt kupon. Ezt én meg tudom akadályozni, hogy ne legyen kupon? Nem, hát ez kész. Ez ki teszi be ezt a műsort a kuponba? Hogy kerül? Álljon le! Hívjon föl! Én erről nem tudok, hogy egy gyertek átra lehet féláron jegyet kapni. Hát ezt én megnézem, akkor elmegyek nézőnek is. Ők meg megveszik a jegyet, és eladják? Hogy nem, én ehhez hülye vagyok, én ezt nem értem. Nem, hát ezt a főszervező csinálja így, mert nem bízik abban, hogy teltház lesz. Hát de csak lesz. Tudom, mit csinál a főszervező. Honnan hát... tudnám? Azért csak az, amit neked mondanak meg. Arra a téletben azért valami közöm csak van ez a műsorhoz. Hogy az Istenbe lett ebből kupon? Komolyan. Biztosra akartak menni. Mi ki? A Miki? Nem, igen, így hívják a gyártás vezetőt. Lehet, hogy gyártás vezetőt kiszólta a kuponokat. Végignézték a névsort, hogy Geszti, Sobert, hogy hívják, Csonkaba. Egy darab bónusz maradt a gyertek át szombatesti tévétel szóló bónuszunkból. Mivel egyedül senki nem szeret szórakozni, ezért délután folyamán további jegyekkel frissül az ajánlat. Na hát rohadjanak fel. 13 órától érdemes figyelni az XY oldalt. Hát, ha lesz még egy kuponjegy. Hát komolyan mondom, felhívom őket, veszek kettőt. Nagyon jó. És veszek kettőt anyámnak féláron kuponnak. És nem áll, hát ezt hogy lehet ezt megakadályozni? 70%-os áron, 33-as busz megáll olyan baklava. És legalább a szórakozás kategóriában vagy 1900 melyikben? Forint helyett 990 forint belépő egy részére. Legyen részese az őrületnek. Várjál, mert a 2000 forintot hát kérsz, azért megnézze magamnak. Ott valaki a műsor. Hát ezt komolyan mondom. Kiki, 990-ért adjuk a jegyet. 500% kedvezménye. Nem, biztos szereztek valami EU-s pénzt, amiből betámogatták. Biztos nem arról van szó, amire gondolsz. A bónusz beváltható, és itt van pontosan. Hát, 14-15-kor, vagy 17-15-kor kell érkezni, és akkor indul a felvétel. Leértékelték a műsort, érted ezt? Hát, igen. Érted ezt, hogy leértékelték a műsort? Hát, ez van, hát. Te egyébként tudomásom szerint például ez soha nem történt meg. Ez a mikroszkóp színpadon 50 év alatt nem történt meg. Értem már az a sok nyugdíjas nénit kuponnal, akik folyamatosan mutogatták. Jó, de elfogyott, azért az megnyugtat. Így van. Legalább elment. Legalább elment. Sokan hiányoltak a rozsdamentes edényszetteket, de ettől függetlenül szerintem jól szorakozott mindenki. Hát ültek ott nénik az első sorban, akik folyamatosan kiabálták, hogy Ádám és Eva, amelyek fűre lépni ihos, de nem értettem, hogy miért. Ez szól. Igen, és mondták, sas azért is, sas azért is. Mikor hozzák a tálgulyás levest, meg a Rákóczi túrost. Na jó, lépnünk el az ügyben. El kell mennünk kérezni, hogy tudjak telefonálni párat. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt az, amit igénybe vettetek kuponnal, és hogy úgy sült el, ahogy szerettétek volna. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. A kuponokról beszélgettünk, a kuponos akciókról, és arról, hogy a fél ország hát gyűjti mindenféle újságokból, innen, onnan vágja, és használja kuponokat, ha van szüksége valamire. Ha nincs, közülünk is kiderült, ugye, hogy János kuponozik. És csináltunk egy témát, amiből kiderült, hogy azért a kuponnal sokszor, nem mindig minden esetben, de hát mell is lehet nyúlni,
mert egy félára szolgáltatást veszel meg úgy, hogy aztán kiderül, ha kupon nélkül mentél volna, még az is lehet, hogy olcsó, persze valamikor jól sül el, és jó, baromi jó kuponokat lehet találni. Tehát, figyelj, hogy ki tudna ellenállni egy jól jövő, jó időben, jó helyen lévő előnyös ajánlatnak, meg tudod igazítani a tyúk szemeidet féláron, akkor elmész, ezt megigazítatod. Aha, hát akinek ilyen problémája van. Ez nagyon emberi. Egy alkalmas speciális pszichológiai tanácsadás féláron. Ott csak a feléig segít. Hát elmondod, és aztán, hogy mi van? Most lejárt az idő, ne köszönöm szépen, viszontlátás. Szülés után 3 hónapban kaptam egy kuponos masszást. Svéd masszásnak volt hirdetve, de erotikus masszás lett belőle. Masszás során többet éreztem a masszörsás csúnyáját, mint egy aktus során. Nagyon fura volt, soha többet nem mentem ilyenre. Konkrétan fel kellett volna jelenteni. Beküldte nekünk. Lézeres szőrtenyítésre kaptam kupont, és egy testrész végleges szőrtenyítése ingyen van. 100 000 forint helyett egyet meg ki is kellett fizetni, plusz egy testrészt, amit ingyen lekezeltek. Na, ezt tegye össze valaki, nem érte. Én vettem egy kupont a gyertek át szombat estére 9.90-ért, de el tudtam cserélni egy hajgöndörítőre. Sokkal jobban megértem. Szilárd küldte nekünk. A kuponok a vásárló függőket célozzák. A feleségem, ahogy kupont lát, megy vásárolni. Ha nincs rá szüksége, akkor is azonnal indul. Zoli küldte nekünk. Egyszer kuponos allergia vizsgálaton voltam, az ujjamat szurkálták és a rezgéseimet vizsgálták, majd megkérdezték, minek mentem, semmire nem vagyok allergiás. Amikor felsoroltam a tünetemet, újra kezdték a dolgot, és kihozták, hogy mindenre allergiás vagyok. 30 000-ről volt lárazva 6-ra. Kati küldte nekünk. Párom 30. születésnapjára vettem kuponnal egy 2 órás tájmasszázt az Andrássy mögötti utcában. Meglepetés volt végig, megérkeztünk a címre, időpontra nem találtuk a helyet, felhívtam őket, sűrű elnézések közepette benyögték, hogy már bezárt a szalon, nem volt értemes elmenni. Elsírtam magam. Az oldalról vettem, egyébként visszafizette a pénzt. Szép napot. Zsani, mikor keresed a tájmasszázs szalont kuponnal, és bezárt. Tetoválásra nyertem 50%-os kupont, mikor kiválasztottam a mintát, akkor derült ki, hogy féláron annyi lenne a Tetko, mint egy menő szalonban teljes áron. Azzal indokolta srác, hogy ő minőségi munkát végez, hát mondanom sem kell, nem lett a Tetkom. 5 alkalmas 10 000 forintos masszás kuponnal elmentem az első alkalomra egy masszás szalonnak berendezett albérletbe, következő alkalommal már új bérlő nyitott ajtó. ide bárki bármit föltöltet? Tehát én holnap elhatározom és megállapodok velük, akkor én felrakhatom magam, mint masszőr simán, és adhatok rá kuponkedvezményt, nem? Ezt ők nyilván nem tudják megnézni, hogy most valaki megemelte rá a duplájára, lefelezés, azt mondja, hogy kuponnal. Ők egy felület egy cégnek, akik hirdetnek, ők ezt berakják, nyilván elteszik a jutalékot, és utána már rajtad múlik is a cégen, hogy ti egymással mit bizniszeltek, persze. Álomesküvő féláron, 12 000 forintért adnak-e mennyasszonyt? Vagy 12 000-ért mi az álomesküvő? 12 000-ért bonyolítanak kuponnal álomesküvőt. Mondom, akkor békát. Igen, 12 000 forint álomesküvő. Hát szállással együtt várják. Milyen kis benne volt egy 20-asba. Ne, túl az... Nem volt annyi. A 20-ban nem volt. Akkor átvertek csúnyát. Igen, tehát volt 2 darab pogácsa. Egy ásványíz, amiről már sokat beszélünk, az nem volt. Az nem volt 20-ban. Igen, hát... Ez szerintem elsősorban egyébként Feri a csajoknak szól. Tudom, Viki is megvan ettől őrül. Teljesen. És hát János. Én is egy picit. Aki legbelül az is egy picit. Kifejezetten irritálni szokott, amikor megjönnek ide a képes magazinok, és havonta egyszer van benne egy kuponfüzet, és kivágdosták már belőle a hírszerkesztő lányok. Azért felháborító tud lenni. Nem tudok elég korán oda menni. Melyik hiányzott volna belőle? hamarabb kell indulni. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon jók jöttek. Én sárga taxit vettem igénybe kuponnal, a kupon neve Uber küldte. Ajaj, kiúzzátok a gyufát, csak óvatosan. Igen. Na, viszont egy teljesen más hírrel folytatjuk, csak egy röpke bejelentkezésig felhívjuk Király Viktort, mert hogy állítólag ő együtt énekel Anesthésiával nem sokára. Így van. És azért ez világszenzáció, vagy őszintén egy világsztárról van szó, még úgy is, hogy egy kuponos akció keretében lehet majd őket megnézni. Igen. Állítólag Anesthésia nyilatkozta a Voice után, hogy felfigyelt Viktorra, hogy milyen jellegzetes hangja van, és kiderült, hogy alig több mint fél évvel később pedig ő ugye Budapestre látogat majd, és azt nem tudom, hogy ő találta el ki, hogy együtt énekeljen Viktorra, minden esetre jön, amikor jön Anesthésia, akkor ugye már közösen állnak színpadra, és elénekelnek egy dalt együtt. Komoly. Azért az egy nagy dolog.
És Viktor most jelen pillanatban Amerikában. Már nem tudom, hogy ezt közösen fel kell énekelni, vagy ezt itt éneklik majd együtt, ez nem tudom, hogy zajlik. Hát figyelj, már úgy is csinálnak duettet, hogy te Amerikában, igen, a másik énekes, meg találkoztok. Nem tudom, Izlandon nem is találkoztok, föléneklitek össze, rakjál valaki össze. Így van, Viktor majd a duett. Tart a kezébe egy Anasztézsa CD-t és nézi, igen, a borítóját. Nagy meg legyen a szemkontaktus. Csak egy röpke szemvillanás erejéig már itt is van velünk. Viktor, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello! Reggelt, szia Viktor! Nekem estét, sziasztok! Neked esít, éppen Amerikában vagy újra, ugye? Á, itt vagyok a Los Angelesben. Los Angelesben vagy, éppen most készül színpadra lépni, nem sokára énekelsz valahol? Igen, egy 10 perc múlva lépek színpadra, igen. Igen, azért tudom, hogy nagyon kell sietünk ezzel az interjúval, nehogy az legyen, hogy mondogatják a nevedet, és te még mindig nem vagy sehol. Mi, saját koncert, vagy valami, egy Kentucky meg? Ez egy ilyen vendégszereplés. Vendégszereplés. Már az amerikai TV műsorból hívták a fellépőket, vagy téged már önálló individumként hívtak, mint Viktort, hogy lépjél föl Los Angelesbe? Képzeljétek el, hogy igen, már külön hívtak engem, szóval, ja, kell, hogy kemény. Az nagyon jó. Na figyelj, azért csak ott voltál abban a műsorban, azért azt látták egy páran. Érezni még ennek a hatását? Vagy ez még zajlik ott kint? Tehát van valamiféle utórezgés a műsornak? Igen, hál' Istennek lekopogom így az államon, ugye, mert nem találok fát, de lekopogom, de tényleg szóval, hogy a műsor után is érezhető ugye a hatása, folyamatosan hívnak engem fellépésekre. Most is azért megyek 10 perc múlva, mert hogy láttak a Voice-ba, és akkor azt mondták, hogy gyere ide ebbe a helyiségbe, és akkor lépjél fel. És ez egy Los Angeles-i kis klubocska? Hát gondolom, ott nagyon sok. Igen, ez egy Los Angeles-i klub. Aha. Ez egy klub. De jó, igen, nagyon jó hangzik. Ez nagyon menő. Na, mi a helyzet Anasztézsával? Hogy talált rád? Ő tényleg látott a Voice-ban, és azt mondta, hogy veled akar énekelni, vagy kiderült, hogy ő jön Budapestre, te félig meddig ugye magyar vagy, és akkor énekeljetek egyet együtt. Igen, ez úgy sikerült, hogy ugye Anasztézsa jön Magyarországra, az Arinába fog fellépni, és amikor a menedzsmentje ki akartak találni egy ilyen jó kis, nem tudom, egy dolgot, hogy vagy előzenekart, vagy valamilyen folyton, vagy a módon együtt szerepelni ilyen magyar híreségekkel, vagy kitálták azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha duetezne valakivel. És akkor így átmentek így a magyar rostán, hogy kivel énekelne, és akkor így találkozott az én nevemmel, és azt mondta, hogy hey, hát én láttam ezt a csávot a Voice-ba, hát én vele akarok énekelni. Így mondta, hogy hey! Tehát jöttek a nevem. Fási Ádám. Igen. Zsülike. Fekete Pákó. Király Viktor. Hogyha hülyeskedünk tényleg. És akkor ő mondta, hogy téged látott a Voice-ban, és veled akar egyet énekelni. Így van. Szóval látod a Voice-ba, meg ráadásul ilyen tök jó a helyzet, mert eleve egy másik fajta duettet kellett volna énekelnem vele, csak aztán még jobban megnézett a Voice-ban, rájött, hogy milyen stílusú énekes vagyok, és akkor így átalakította az egész tervet, hogy egy másik dalt énekeljünk, ami jobban illik az én hangszínemhez, szóval ilyen tényleg így azt mondhatni, hogy utána járt, hogy mit képviselek. Szóval azért nagyon jól esik nekem. Közös munka lesz? Tehát, hogy találkoztok, próbáltok együtt, stb. Lesz közös munka, fogunk próbálni együtt. Hogy mi lesz a folytatása ennek, ez igazából csak tőlem függ, hogy mennyire barátkozok össze vele. Hát nyilván persze, meg hát ez egy nehéz dolog, ilyenkor persze folytatásról beszélni, tehát énekeltek egy dalt, ő megy tovább a turnéjára, de hát azért ez baromi nagy dolog, persze. Baromi nagy dolog. Ott kint egyébként könnyű világsztárokkal összefutni? Tehát létezik, hogy lemész egy klubba, és látod, hogy ennél az asztalnál üldögél, átvisz egy másik ikonikus helyre, ott azért például Los Angelesben is nagyon sok olyan hely van, ahova mondjuk rockstárok is így lejárkálnak, és ez csak észreveszed, hogy ő ül itt, vagy vele találkozol? Van ilyen? Van ilyen, szóval ez könnyen előfordul. Igazából én mindig is azt szoktam mondani, hogy minden relatív, és ugyanúgy, ahogy Magyarországon tudunk különböző szórakozó helyeken találkozni tárokkal, ugyanúgy lehet találkozni Los Angelesben is. Na most az, hogy konkrétan leülni velük beszélni, az egy másik téma, de nekem volt olyan szerencsém, hogy én most visszahívtak engem a Voice-ba egy ilyen, csak hogy ott legyek a mostani szereplőkkel, és akkor ilyen tök jó érzés volt, hogy az Adam Levine meg a Pharrell az ugyanúgy odajöttek hozzám, és beszélgettünk, meg
tartottuk a kapcsolatot, és folytattuk a kapcsolatot, az így jó volt. Aha, tehát, hogy haverkodnak ilyenkor. Uh-huh. Igen, igen, igen. Normálisak. Jól van. Viktor, mikor lesz a koncert? Azt tudhatjuk, hogy mikor énekeltek együtt? Ez június 22-án, remélem, nem mondtam valami hülyeséget, de június 20-án valamikor ilyesmi. Aha, jó, tehát a június 2-án, június 2-án felében. Igen. Jól van, na hát azért ez egy nagyon nagy dolog, és pozitív dolog. Elengedünk, mennyi, mert közben kiabálják a nevedet, igen. Kiabálnak nagyon, mennyi a színpadra. Oké, vigyázz magadra, köszi Viktor, ciao. 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 Hello, hello, hello. Teljes jó, rácsán. Kis enesztés a koncert, jó lesz. Milyen jó hangja van annak a csajnak? Viszont. Nagyon, nagyon. Júni 22. Igen. Ahogy látom. Igen. És nem gondolnád, hogy milyen kis apró egyébként élőben. Tehát egy ilyen 150-es kis picike. Olyan hangja van, hogy elképesztő. Na, mutatjuk a beugrót, figyeljetek, ha játszanátok hármas ugrást, megmutatjuk, hogy mit kell nekünk elküldeni, jó? Egy kis segítség, mert hogy pont vele beszélgettünk egyébként. Illés bácsi. Illés bácsi is felénekelt nekünk egy dalt, igen. Írjátok meg, hogy mit hallottunk. Jó, kettő darab dalcím, kettő darab előadó, erre van szükség, ha játszanátok velünk hármas ugrást, akkor küldjétek SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos híre után. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után, pontosan 10 perccel. Már itt is vagyunk, és folytatjuk. Mérnek a 4-esen Püspökladánynál a Véda után... Micsoda? A Véda után a karcok felől érkezőket várják sok szeretettel. De okos, mert a Védán átmész. Azt gondoltad, hogy ott lelassítottál meg. Ja, ugye? A kapus Védán átmentél, és már... Tiszaújváros Tesco-nál mérnek a főúton. Ezt Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen. M6-os 110-es kilométer után Budapest felé a felüljárónk, mint a háromlábú. Ezt pedig Robi küldte nekünk. Bali, köszi a tegnapi színházi ajánlásodat. Rögtön sikerült a tegnapesti Óze előadást egyet venni, és tényleg fergeteges volt. Edit küldte nekünk. Na, örülök, az tényleg jó. Jó kis darab. Négyes úton kenderes útfelújítás plusz 20 perc a Török-Szent Miklósi elágazás előtt a Debrecen felől jövőket fotozzák, és ott szerintem 70-es tábla van, ezt Anita küldte nekünk, úgyhogy menjetek ott is. Lassan. Mezőnyárád van ilyen? ABC-nél drága fotók készülnek, ez pedig Zoli küldte nekünk. Van egy friss hír Illés bácsiról, ha na, akarod. Egy nagyon friss hír Illés bácsiról. Hát mentsük meg Illés bácsit, illetve zárják be Illés bácsit, tábor esett egymásnak. Tehát a Illés bácsi pro és kontra. Hát az van, hogy ugye csináltak neki egy Facebook oldalt, nem ő, mert ő maga nem érti ezekhez, meg nyilván nem is foglalkozik vele. Édesem, hát valakik nagyon aranyosan, és képzétek el, hogy ezen az oldalon már a csalók elkezdtek gyűjteni Illés bácsi csicsulázdájára. Tehát kettő nappal azután, hogy az eset értett kilóban, vagy mondjuk négyel, már van, aki ezen nyerészkedni akar, hiszen még nem tudjuk, hogy Illés bácsi akar-e cukrászdát magának. Igen, és már kamu Facebook profilok gyűjtenek. És kamu Facebook profilokon megy a gyűjtés. És de hogy gyűjtesz egy kamu Facebook profilokat? Meg a cégbankszámla számla. Ki azt hiszi, hogy az Illés bácsinak megy a pénz. Elküldöd a pénzt. Atya Isten. Úgy, aki szeretne ilyen formán segíteni, nagyon ésszel csinálja. Magyarország én így szeretem. Így van. Nem annyira tipikus. Már van. Segítsünk Illés bácsinak. Utalja 1177 3033 OTP-s bankszámlánkra. Erőszeretettel várjuk minden felajánlást. Egyébként nagyon jók ezek a társadalmi kezdeményezések, amikor néhány civil azt mondja, hogy készítünk egy ilyen Facebook oldalt, vagy jó ügy mögé állunk, támogatunk valakit, stb. De azért mégiscsak jobb lenne, hogyha például nem más, mint mondjuk a Gödöllői Önkormányzat, polgármester úr kezében összpontosulnának ezek a dolgok. Hát ő csinálja szerintem. És igen, csak hát... Mit tudnak csinálni, ezért ez nem egy ilyen gyors ügy egyébként, szóval, hogy azt nagyjából az egészet le kell rombolni, és fölépíteni egy újat. Na, itt tartunk, tehát elmondta Illés bácsi is, benne lesz a best-topba, hogy neki támasztasz kívülről egy biciklit, ott leomlott a vakolat már. Tehát az alatt nem tudsz mit csinálni. Igen, tehát az effektíve nem tudsz mit csinálni. Na, nagyon régen teszteltünk már bizonyos terméket, mert az utóbbi években tényleg szinte mindent, amit lehetett, mi kipróbáltunk és leteszteltünk. Most viszont láttunk egy
számot, és abszolút kézzelfogható a dolog, és leellenőrizhető, hogy valóban így van-e. Ugyanis van egy termék, ami azt ígéri, hogy kevesebb mint egy perc alatt mindenféle szarkalábat, ráncot, karikát a szemed alul úgy tüntet el, hogy egy stopper órát kell csak a fejed mellé tenni, és egy perc alatt, ha neked karikás a szemed, ha ráncos a szemed, akkor eltünteti a karikákat, a ráncokat, kivilágosodik a szemed alja. Te és jó. Ha piros, akkor azért, ha kék, akkor azért, ha ilyen mély árkok vannak a szemed alatt, akkor pedig azért, a mindent kék. Eltüntet. Ugye van, akinek itt egy kicsit kékebb, ugye ilyen sötét csík van, van, akinek piros egy picit a szeme alatt. Na, azt mondja ez a termék, ez egyébként egy ilyen kis instant krém, hogy tedd föl, mielőtt elindulsz, és egy perc alatt, hát hogy is mondjam, úgy nézel majd ki, mintha téged kisminkálták volna, minden kis karikát, bemélyedést eltüntet a szemed alól. És ez örökre? Tehát egyszer bekenem? És hát szerintem ez arra szolgáltat, hogy elmész, és akkor ott vagy azon a rendezvényen, eltünteti, aztán nyilván ez másnapra újra előjön, tehát ha fáradt vagy azért, azt örökre nem tudja eltüntetni. Viszont ez a termék azt mondja, hogy ha használod, akkor utána indulhatsz a partiba, mert mindent eltüntet. És maga a reklám az úgy néz ki, hogy egy stopper órát fognak, bekenik a nőnek a szemét, nem tudom, olyan vörös csíkok vannak a nő szeme alatt, bevertek volna neki hármat, tehát azért ez egy érdekes dolog. Mindenesetre látod vágás nélkül, hogy egy perc alatt felszívódik az a vörös csík, eltűnik a táska a szem alól, és ugye a másik szemet nem kerik be, tehát össze tudják hasonlítani az egyik szemet a másik szemmel. Ma reggel használtad. Mert olyan ma reggel is. Bekentem. Mindenemet. Mondjad, Anna? Sok a szöveg, ez az én termékem. Ide vele. Ennyi a táska? Na. Hát figyelj, azért ebbe a korba sok hajnali kelés mellett én hát legalább el tudod tenni a szemed alá a mobiltelefonodat, tehát be tudod tenni. apró kicsi táskákban. Mondjuk megdolgoztam érte, tehát én szeretem a ráncaimat, tehát óvatosan az eltüntetéssel. Meló van velem. Te mióta kezd korán? 20 éve? 91 óta. Jézus, atya, úristen. 25 év. Igen. Abba azért gondolva. Mondjuk vegyünk le egy hetecskét, mert azért a közszolgálati rádiónál, a Kossuth rádiónál nem keltem minden nap hajnalba, de az duplán számít, mert amikor keltem hajnali 3 óra 45-re jött értem az autó. Mert ugye fél ötkor indult a reggeli krónika. Anno. Nem, a Kossuth küldött értett kocsit. Hát hogy a fenébe? Hát ott meg. Hát ne viccelj. Most kell megtudnom 10 év után. Hát, ennyi idős. Egyszer Batthyány is küldött értett. Hát te még láttad Petőfit futni Segesvárnak. Jaj, te. Kamasz, te fiatal, te! És bejött egy Kossuthos autó? Hogy? Komolyan? Most is van, hát persze, ezt most is ő értük menne. Hogyne? Vagy sofőr. Persze, hajnali műszak. Hát hogyne? Hm. Nem az van, mint itt, hogy bumlizok be metróval. Hello! Hát, és ezt most mondod? Most már, hát most már. Hát ha hamarabb mondod, neked kocsit. Akkor hamarabb veszek BKV bérletet. De szeretlek. Hát így is szeretem. Igen, akkor hamarabb kapsz bérletet. Ez nagyon elegáns, hogy küldtek hát érted autót. Ez jó. Igen. Ez jó. Komolyan mondom. Hát hogy? Meglepett. Az a fajta elegancia, amivel a közszolgálat. Rádió gondolkodott a műsorkészítésről. Na. Az volt, amik idén egy bank. Azt mondja, hogy indítsuk el az órát akkor. Jó, várj. Nézzük meg, hogy tényleg valóban így működik. Mi nagyon sok ilyen ráncszerintot teszteltünk már, és egyik sem működött igazán. Tehát általában nem tudtuk megadni, mert nem volt jó. Na most. Viszont itt azt mondja, hogy kicsi apró pötyögtetéssel tedd föl a szem alá. És amikor fönt van, akkor indítsd el az órát. Ugye? Most te már indítottad, Zsül? Ja, már rakja föl. Aha. Már rakja föl. De csak az egyiket, haló! Hát csak az egyiket, hát milyen, micsoda dramaturgia ez, kérem szépen. Hát most komolyan mondom. Az egyiket bekenjük, a másikat úgy hagyjuk. Másik oldal verjük. De utána meg. Azt is bekenjük, ugye? Nem, úgy mész nem, haza. Nem, így mész haza. Táskával. A jobb profilod igéző lesz. Körülbelül ilyen táskás volt annak a nőnek a szeme, akit a reklámba bekennek. Nem lehet, hogy azt a vastagon kenték, és akkor így el... Most vagyunk fél percnél. Mennyi idő alatt kell használni? Egy perc. Elvileg a reklámban az, hogy egy perc alatt, másfél perc alatt eltünteti... Másfél, kettő és fél, három. Ott egy hajszárítóval fújják a nő arcát, csak mondom egyébként. Hát nálunk egy ilyen manuális hajszárító van most. Jézus. Jó lesz ez? Mikinek járt legyezni egy sirálypapírral. Szinte ugyanaz, mint a reklám. Húzza! Sirálypapír. Na! Hogy jó, állunk fel, itt ellátott közelről? Az egyik oldal. Komolyan, de jól bekentük, mert a reklámban nagyon sokat tesznek. Oldodik az arca? Igen, onnan látod, hogy a bal szeme
A szemére nem kentünk. Ott nincs bekemve. Maradt, ott nagyobb az árnyék a táska alatt. A másikat húzza el. Maradjál, ne mozogjál. Tehetsz még rá egy kicsit nyugodtan, nézzük meg. Jézusom. Húzza, Feri? Igen. Igen, szedi össze azt, az egyik oldalt, meg ott a kis ráncokat is a szélén kent be. Egyébként látszik, igen, tehát Anna bal szeme alatt még mindig olyan, mintha monokli lenne, de jó. Köszi, kicsit diszkrétebben, ha már bejöttem magamat ízekre szedetni. Mokesz, mint a mokeszt kapott volna. De a jobb szeme, az, mintha leharapozták volna. Egészen elképesztő. De nem szabad nevetni közben? Soha többet nem szabad nevetnem, nem az én termékem. Hát, az a durva, hogy tényleg működik. Megy, aha. Tényleg leszette. Leszette. Mintha így belenne a bal szemed vizesedve, igen. Érted? Mintha egy fölfújt nájlon zacskó lenne a szemed alatt, de a másik már nem mert olyan. Figyelj, tényleg. Ez elképesztő. Ugye? Látod ez az árnyékon? Én sosem hiszek, mert mindig azt hiszem, hogy a reklámban igen. Csalnak egyébként. Mert a másik oldalon még tényleg olyan, mint hogyha bevertek volna neki a hajléktalan. Hol vetted ma reggel a kakaós tejet? Egy hajléktalan szálló mellett? Kinek nem adtál aprót ma reggel? Tök jó. Gyerekek. A bal oldalon például, ha elsőbe mész, akkor az olyan, mint egy vízelvezető árok. Ezek a kis ráncaid. És a jobb oldalon már csak egy patakocska csörgedez. Mi picit tovább megyünk, kettő félnél vagyunk, hát itt már más reklám jött. Na, tehát itt jó, mennyivel fiatal? Ne, légy szíves, Anna a haját a szemébe. A szőke 20 éves buksz, aki gyengi. Na, mutasd meg a szemed. Na. Hát sokkal jobb. Jobb? Sokkal jobb, igen. Most kenjük sokkal az egész jobb. Testet. Miki, értem, hogy szereted a legyezést, ez egy rádió műsor, tehát ide jelenne. Ugye, ennek van egy kis hangja. Értem, hogy ez neked megjelentett. Igen, nem értem, hiszed el. Szereted az infantilis dolgokat. Ezt meg kell, hogy adjuk. Mutisd a... Az Anna jobb szeme alól eltűnt szinte minden, nyilván nem tudnak azért mindent eltüntetni. Én mondanám, hogy nem. Több szívesen mondanám, hogy ez is elbukott, de ez működik. Az a durva, hogy igen, mi általában megbuktatjuk azért azokat a termékeket, amik nem működnek, de ez jó. És a szarkalábait is kihúzta. Igen, mondjuk nem kihúzta a ráncokat is. Egyébként azért azt úgy elmondanám. Meghúzta magát a bőrt? Meg, abszolút, igen. Igen? Nem jó érzés, de biztos szokni kell. Ne nevessél. Nem nevetek, és akkor itt szép leszek. Tényleg eltűnt. Eltűnt, visszaszedte ezt a táskát, és a szarkalábaid is eltűntek. Igen, húzza a bőrömet. Tehát ez olyan érzés, mint a lakkot kennél. Azért beszélsz nehezebben. Igen, mert lezsibbadt a jobb oldal. Most a Baló György hallgat minket, most felüvöltet. Hogy ez az megvan. Megmenekült. Igen, arra telefonáljon a Morning Show-hoz, kérdezze meg, mi volt. Kérdezze meg, hogy mi volt. Jó, nyilván terméket nem mondunk, de ez ritka. És kivételes termék, mert hogy meg ne nézz ide, onnan légy. Megtartja azt, amit ígér. Feszes vagy, mint egy éretlen nektarin. Imádom a barackot. Jó, megadjuk, oké, okay. Ez működik. Jó, menjél vágni nyugodtan. Hát jó, még ez működik. De nagyon rossz, tehát egy furcsa érzés. Hát nyilván régen érezhettél ilyet, igen, még, amikor rosszalkodtatok, igen, ez régen volt ilyen, mikor... Igen, mint hogyha ragasztó lenne. Azért mondom, hogy régen érezhettél ilyet, ha érted, mire gondolom. Jó, működik, ezt megadjuk. János, te is adod, te nézted közelről. Abszolút, ez nagyon működik. Ne ízé szerepeljél itt annál. Miért fésüli mindig ilyen erotikusan a haját a szemébe? Akarsz valamit a Janitól? Atya úristen. Jó, megadtuk a krémet. Oké, okay. Köszönjük a hallgatóknak, aki beküldte és észrevette ezt a reklámot. Küldjetek nyugodtan, morningshow@classfm.hu. Tényleg. Ha még cickóra kipróbálhatod. Egyre kevesebb olyan terméket hogy találunk. Meg az se nem táskás és se nem ráncos. Hoppá! Hoppá! Ez az. Az én cicijeim azok rendben vannak. És egy lefordított kis tányér. Olyan, mint egy kis kopasz. Jó, elég. Másnak csak egy ceruzát tart meg, neki egy egész ceruza készlet. Na, játszunk egyet. Jó, oké, ezt meg kell, hogy adjuk, ez működik. Készült egy kis videó, majd abból egy fél percet fölrakunk a Facebookra. Jó, meg azért az apró betűs részt ezt olvassuk el, hogy vannak-e mellék hatásai a szernek, mert nem merem elmondani, hogy milyen összetevők vannak benne. Igen. Epokit tagasztja. Jaj. Nem tudod lemosni elég sokáig, igen. Na, holnap, megnézzük, Anna azt figyelt, hogy meddig tart a krém hatása. Tehát az az érdekes, hogy ez egy fél nap, egy óra, két óra, tehát hogy meddig marad ilyen a szemed, azt is figyelni kell. Mikor üvölt fel a Peti, amikor a holdfény besült az ablakon? Na, játsszuk már is egy játékot, itt van a hallgatónk. Hármas ugrás, játsszunk valakivel. 3, 2, 1, go! A hármas ugrás a Morning Show.
Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Márti, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, hello. Márti, honnan hívtál minket, Márti? Még egyszer, bocsánat, eltettem. Hogy honnan hívtál minket? Szegedről. Találkoztunk? Ott voltál a kitelepülésünkön? Hát sajnos nem, mert dolgoztunk. Dolgoztatok. Nagyon jó hangulatú kis kitelepülés volt. Szerettük a szegedieket. Igen. Sokan voltak, helyesek voltak, aranyosak voltak. Ott volt Feri, Balázs és Józsika is. Ott volt, tényleg. Nagyon szeretlek, Balázs. Nagyon szeretlek, Feri. És nagyon szeretlek téged. Te kis Józsika. Aj, de szerettem, igen. Na, figyelj ide, Márti. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyűek? Fogalmam sincs. Szokott benne a játék, Márti? Hát, kolléganőm már játszott Eliz egyszer, akkor sajnos nem nyertünk, de remélem most szerencsésebbek leszünk. Uh-huh. Ez menni fog. Nagyon. Ja, higgyél magadba, jó. És ne kapkodj. Nem. Jó, elég egyszerű kérdések. Mivel foglalkoztok? Adminisztrátorok vagyunk. Uh-huh. Az mit jelent? Nem pénzügyel foglalkozom. Pénzügy. És most kolléganő is ott ül melletted, és észre figyel? Igen, így biztatnak. Hát az első az rettenetesen egyszerű. Azt mehetünk? Igen. Így szól a kérdés. Melyik az a rajzfilmhős, aki lehet paróka, bundakesztyű, szobafestő, pemzli is? Ki ő? Pompom. Így van, igen. Végül fiatal, biztos, mert emlékszik. Hát igen, még fiatal vagyok. Ez retro mese. Igen. Mikor gyerekem szereti. Mikori vagy? 87-es. Hát akkor azért még a pompomot ismerned kell. A pompomot ismerned. Nezrebb is szeretek feltenni például a napoleonos kérdésnál. Senki nem emlékszik rá. Kivéve a Boroslajot. Melyik hazai város látványosságai az ókeresztény sírkamrák? Ókeresztény sírkamra. Igen. Több is van belőle. És mind. Még valaki elmondja. Pécs. Az jó. Nagyon jó. Lassan haladunk, de úgy szépen eldöcögünk. Nem fog minket szívinfarktus elvinni ebben a játékban. Mi legyen a harmadik kérdésem? Valami nagyon könnyű. A harmadik általában a legnehezebb. Ja. Igen, ez a játék. Na? Mit csinálja? Jöhet. Melyik században élt a világhírű holland festő? Mindjárt megölöm magam. Melyik században élt a világhírű holland festő Vincent van Gogh? Vincent van Gogh melyik században élt? Húha. Na, ugye? Hát, tudjuk, hogy nem lesz könnyű. Na? 19. Így és van. Tudja. Ez nagyon jó volt. Nektek. Igen, legalább a nyeremény. A nyeremény, de legalább örültetek a végén. Ilyen lassan eljutottunk szépen, komótosan, nem rohanva. Igen, nem kapkodunk. Ki tudta ez? Egyébként egy szép válasz volt. Ki tudta ezt, Márti? Eliz az nagyon segített. Uh-huh. És a Pécset ki tudta? A Google. Jó, tehát volt egy válasz, amit a kolléganő mondott, meg volt egyet, amit Eliz, meg egyet a Google. Igen. Ez a te játékod, Márti, abszolút. Hát ezt a játékot neked találták ki. Igen. Köszönjük, puszi! Sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért mikor Márti belevág a sztoriba, hogy mi volt hétvégén. És szerdán a vége. Azért az erős lehet, nem? 9:30 lesz, pontosan 3 perc van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 36 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye pár napja mindenki, tényleg mindenki Illés bácsiról és az ő cukrászdájáról beszél, ezért arra gondoltunk, hogy hát ma felhívjuk, megszólaltatjuk, és meghallgatjuk az ő történetét, megpróbáljuk megvigasztalni, és hát beszélgetni vele egy kicsit, hogy mondja, hogy mi történt. Ugye új fejlemény volt a dologban, kiderült, hogy igazából senki nem büntette meg, csak kimentek ellenőrizni, de nem indítottak eljárást ellene, és nem mondták, hogy be kell zárni, csak azt, hogy fel kell újítani, és Illés bácsi maga
maga döntött úgy, hogy ő ebbe már nem áll bele, és neki erre se pénzes energiája nincs már, de hatósági eljárás igazából Illés bácsival szemben nem indult. Semmi. De hát a Nébiknek is mind minden más nem, szervezetek, ugye ki kell vizsgálni a lakossági bejelentést. Igen, és ráadásul nem is a Nébik, vagy nem is az ANTS, hanem a Gödöllői Járási Hivatal embere ment ki beszélgetni, vizsgálódni, körülnézni egy lakossági bejelentés alapján, de hát aztán jó volt egyébként mindenképpen a beszélgetés azért is, mert tényleg helyre tudtuk tenni az egész sztorit. Igen, igen, ugye hát tényleg kiderült, hogy nem a hivatal döntött arról, hogy bezárják Illés bácsi Gödöllői cukrászdáját, hanem ő maga mesélte ezt el, és ő maga mondta el, hogy ő ebbe már nem áll bele. Úgyhogy felhívtuk Illés bácsit, és vele beszélgetünk. Egy nagyon helyes emberről van egyébként szó, és hát megható az ő története. Ugyanakkor azért azt is elmondtuk, hogy a szabály a szabály, és hát ez az mindenkire egyöntetően is ugyanúgy vonatkozik. És ezt be kell tartani. Valami kuponokról is beszélgetünk meg, hogy óriási őrület van most, ugye mindenki kuponozik, kiderült, hogy itt a stábból is többen egyébként gyűjtik, vágják ki a különböző újságokból a különböző kuponokat, amik ugye hát belépést engedélyeznek olyan helyekre, amit hát olcsóban tudsz igénybe venni. Igen, vagy nem akarod, ugye? Nem tudod kifizetni, akkor nem tudod kifizetni, szerzel egy ilyen kupont, és 50-70%-kal olcsóban vissza. Feltöltése, tévéműsorokra. Hát, és kiderült. És egészen szörnyű dolgok derültek ki egy ilyen kuponos oldalon, hogy még tévéműsorokra is lehet kuponos egyet venni. Mert hogy ezt nem is tudtam igazából. Na, erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Mi az, hogy álomesküvő 12 000? Ez hogy? Hát ha ennyi béka, készüljé, hétvégén túlesünk az eseménye. Meg vagy, Feri. Nem vagyok egy shower típus, de ez így jó, nem? Meg vagy. Most 12-ből lehet, hogy két fő részére van. Tehát, hogy akkor se eszel sokat. Hát nem, mert azért az 12. Az egy májgombóc leves, egy csirkepaprikás, meg egy májjarakás. De jó tudod esni. Két vízzel, meg egy diétás kólával, tehát nagyjából azért ennyibe van. Szállás is benne van. 12 000-re? Az volt. 12 000 szállás és álomesküvő. Basszus, ez nem euró, biztos, hogy forint. Forint, hát persze. Hát nem eszik a nászné. Holnap nézzünk már erre rá, mert nincs. Ha így van, akkor... Nincs ebéd. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel, de akkor mitől lesz álom? Érted? Hogy jót alszol utána. Hát a pasinak egy jó álom, 12-ből megúszza. Tehát érted, hát máshol... Egy vagyon megy. De nem az van, hogy akkor csak fejenként, tehát a meghívott emberek fejenként egy jönnek ki. Hogy mindenki 12 000? Nem tudom. Nem tudom. Ez érdekes. Mi újság, Csabi? Nem oké. Folytatódik a tegnap megkezdett halott pénzjáték, ezt gyorsan el kell mondanom. No. Mert nem csak a rádióban érdemes vadászni a halott pénzdalokra, hanem a Klassz FM Facebook oldalára nagyon várjuk kommentben azokat a képeket, hogy a hallgatók hol hallgatják a halott pénz slágereket, és aki a legtöbb lájkot kapja, az szintén ott lehet velünk most pénteken ezen a halott pénz klasszbulin. Hogy lefotózom magam egy autórádióval? De hát bárhol. Tehát tegnap kaptunk például olyat, hogy halott valaki... pénz érted, egy mit van, egy kvesztor kirendeltség előtt. Igen, menjek erre a Budapesti. Tegnap jött egy, például valaki egy markolóból fényképezett ki. Tehát ugye ott hallgatja a rádiót, ott szólt a halott pénz, lefényképezte, beküldte, kapta is a lájkokat. Ja, értem. Tehát ilyeneket várunk. Most megértettem. Most pénteken lesz a buliuk, ugye? Igen. Úgyhogy érdemes keresni, figyelni, meg hát mondom, feltölteni a képeket, vagy kommentelni. Jó ez a játék. Szeretik az emberek, és ráadásul az benne a lényeg, hogy erre a bulira ugye hetekkel ezelőtt már az összes jegy elfogyott, tehát ez szinte lehetetlen hozzá. Felvásárolta valami kuponos biztos. Ez az. A kupon. Lehet, hogy holnap meghirdetik egy kupon oldalon? Igen. Nem hiszem. De hogy még itt neked vannak jegyek, hát ugye? Egy pár darabot azért félre raktunk, ja. Jó van. Na hívjuk akkor a nap hallgatóját közben. Ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, aztán megyünk. Mit csináltam? Annát csodálom. De jó lett. De és még mindig tart a krém. Igaz, hogy mosolyogni nem tudsz, mert fölreped a bőröd, de... Igen, a krém brülé. Igen. Azt írják, hogy 12 000 per fő. Azaz. 12 000 per fő. Állom. Csabinál volt. Igen? De azért az elkerestetek mi? Az is szolíd. Az is szolíd. Hát, ha egészen jól hozol ki 12 000-ből, akkor... Jó, hát nem, nincs meg. Tehát 12 000 per fő. Uh-huh. Hát az se egy nagy buli. Igen, mert azért az egész brigádot azért annyiból nem hozott ki. Ez picit olcsónak tűnik. Na, Csabikám, mondjam jó zenét.
Wolf Katit hozom, tudom, az őt szeretitek. Tehát. Igen, ja, bocsánat, nem Katina, szóval csak nyögtem egyet. Csak pont rosszkor jött a nyögés, elnézést. Katit nagyon kedvelem, meg tök jobban vagyunk. Bárkit mondhatok, Wolf Katit azért nem szoktátok megmarni, és van egy vadi új dalam, amit a Stevanovic Krisztián írt neki, mint zeneileg, mint szövegileg, Szabadnak lenni ez a címe. Ez egy ilyen... Dusánnak a fia. Tényleg? Igen. Volt is korábban egy zenekara, és nagyon sikeres volt, de most már így zeneszerzőként és szövegíróként is sikeres egyre inkább. Úgyhogy ez egy ilyen igazi popballada. Tipikus Wolf Katit is, tehát nem kell nagy meglepetést várni tőle, viszont aki eddig szerette ezeket a dalokat, az ezt is szeretni fogja minden bizonnyal. Például a Balázs. Én szeretem a Katit, meg jobban vagyunk, tehát kedvelem őt, mint személyiség egyébként, egy tök helyes csaj. Meg hát amivel ő kijutott az Eurovízióra, az egy brutál jó dal. Csak hát olyat azért nem tudnak az embernek minden évben. Jó, hát azért magas létsz érte, tehát hogy majd döntsd el akkor, hogy ez a Szabadnak lenni megugorja-e. Ez most új dalocska? Igen, vadi új. Vadi új? Friss. Nem hallottam még, meghallgatjuk. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek Csabitól dalt kérni, akkor tegyétek meg. Itt még gyorsan jöttek egy friss közlekedés, mert hogy próbálunk segíteni, kérditek, hogy mi újság Gyulán, van-e trafi, mérnek, igen, a Temesvári úton hasas kocka injektoros pótkerékkel eladó ugyanitt. Ezt jó vagy. Szervi küldte nekünk. Igen, fontos. Ha valaki érdeklődik, akkor tovább vigyük természetesen. Torlódik a forgalom az M5-ösön Szeged felé a 44-es kőnél. Aki teheti, kerüljön, mert van egy baleset, ezt Bene írta nekünk. Valamint Csókakőtől a 81-es főúton Kisbér központjáig szakaszosan újítják az utat, jelzőőrös irányításon, ott is hatalmas a torlódás, ez Könyves Norbi küldte. Vigyázzatok ott is. Budai alsó rakparton van egy balesetünk, emiatt álladugó, kérdeztétek ezt is SMS-ben, és Egerben az Árpád úton Mosolygos bácsi mosolygos fotókat készít trafival. Te megúsztad, Csab, nincs trafid? Még te nem turnéztál, hát, most nekünk Ferivel jött semmi, neked nem futottál bele? Nekem. Egy milliárd jött be a Védából, semmi? Benne vagy-e a nagy közös kalapban? Én gyerekek, hát én tartom, érted? Tehát, hogy én szabályosan közlekedem. Ki? Hagyjad már! Jézus, jó, ez nem kell most itt aranyoskodni, mert kívánságműsor nem olyan lesz, mint ha nem tartanád, vagy mi? Hát az a titok, hogy én a Laura autójában járok. Igen, egy lengyerem számban. Ha jön is, nem nekem jön. Na jól van, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek dalt, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Szevasztok! Csáó! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt